Rejtő Jenő, trópusi pokol. Bankrablás. A Vieuxport gránittal kövezett keskeny átjárójában ponyvával fedett teherautó döcögött ki, legfeljebb 30 kilométeres sebességgel a belváros felé. A kamion fedetlen sofőrülésén egy csomó zsák kemény jázott kúpja alatt gubbasztott a vezető. Mögötte a ponyva alól fütyszó hallatszott és halk beszélgetés. Valószínűleg munkások feküdtek hanyatt a jármű piszkos padlóján, és fáradtan meditáltak a közelgő tél mérsékeltebb munka lehetőségeiről. Vagy az is lehet, hogy állandó alkalmazottai valamelyik szállítmányozási vállalatnak, és ebben az esetben téren is biztosítva van a munkájuk. Ám bátor az ember lehetőleg ne adja át magát minden gyanakvás nélkül kézenfekvő feltevéseknek. Különösen Marseille-ben nem tanácsos ez a fajta jóhiszeműség. A Senebié felső szakaszán kikanyarodott a főútvonalra a teherautó, és miután egy ideig a járda mentén döcögött, szép lassan megállt. A köd szokatlanul sűrű volt. Az autó közlekedés jóformán megszűnt. Csak néha tűnt fel egy-egy lapos fényű sárga ködlámpa, és vontatott siklással eltűnt valamerre. Vajon mi dolguk lehetett a teherautó utasainak ebben az elátkozott éjszakában a Live at Thomas magánbankház előtt? A puny alatt némán feküdtek az utasok. Valami üzemzavar következtében a teherautó négy fényszórója váratlanul kialudt. A sarkon túl egy rendőr húzódott óvatosan a hatalmas biztosító palota kapujába és figyelt. Mellette a falon ovális üveglap. Két órát harangoztak. A bank redőnye kisé felemelkedett, a teherautó egyik utasa hosszú fütyjelet adott le, valaki beugrott a ponyva alá, és a sofőr lenyomta a kuplungot. A hűtő megremegett, de a futólépésbe közeledő rendőr már hosszú fütyjel süvöltött bele az éjszakába. A kamion sötét fényszórókkal és teljes sebességgel száguldott a Senebijén. A rendőr gumibotja belecsapott az ovális üvegbe, és ettől pokoli csöngést támadt a kerületi riadókészültségen. A sargon túl egy motoros járőr száguldott az autó nyomában. A bankrablóknak nem volt szerencséjük. A köd váratlanul oszladozni kezdett. A teherautó útját sorba megszólaló rendőrsípok és a motoros járőr revolverlövései kísérték. Betetőzte végezetül, hogy még mielőtt a régi kikötő zegzugos utca labirintusát elérhették volna, szembe kanyarodott velük nagy szirénázással a repülőcsoport hatalmas Benz kocsija. A teherautó fara nagy félkörbe vágódott ki, ahogy hirtelen bekönyörödött az első utcán. Megszólaltak a karabélyok. A ponyva alól vékony cső bújt ki, és egy automata pisztoly felelt a rendőröknek. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A kamion szinte két kerékre dőlve merész ívbe futott körül a Rue Bertrand de Boris járda szigetei mentén, és fékezés nélkül vette a dőme felé lejtő Rue Forbin torkolatát. A sofőr mellett ülő bandita csendben előrehajolt a szélvédőre, és megnyílt a tarkója. – Dobjátok le, a karomra dől! – kiáltott hátra a sofőr. Négy kar nyúlt ki, felemelték a halottat, aztán egy roppant test parabolája ért véget az aszfalton, és a nyomukba süvöltő rendőrautó derékbe vágta el. – Vigyázz a rüdel a műrnél! – Pierre, adjad Bignek a táskát! Akit Pierre-nek neveztek, egy 18-20 év körüli sápadt fiú átadta Bignek a táskát, és utána mozdulatlanul meglapult. Nem félt, csak valósággal elzsibbadt mindattól, ami veled és körülötte történt. Lassítottak. A Rue de la Mur zsák utca. De nem épület határolt el, hanem hatalmas palánk, amely mögött ócska vastelep van. Leugráltak az autóról, és átvetették magukat a palánkon. A riadó autó legénysége sortüzet adott le, és utánuk vetette magát. A sortűz csodálatosképpen csak egy embert ölt meg, a sofőrt, amint éppen egy vashordon ugrott át. Hatalmas szaltóval döngve a hátára bukott. Hárman rohantak tovább, Big, Pierre és egy sovány fekete hajú. Jóval elhagyták a rendőröket. Mikor a telek túlsó végén sértetlenül ugrottak át a palánkon, egy pillanatra megálltak. Bignél volt a táska 500 ezer dollárral. Jobb felé egy sárga cement blokkház zárta el az utat. A munkásbiztosító egyik költözőhelye volt, ahol a kikötő könnyebb sérültjeit szokták ellátni a délelőtti ambulancián. A végleg felszálló köd mögött kivillant a hold, és fehér fénye végigfutott a ház esőcsatornáján. Az esőcsatorna lefolyóját egy vörös tégladarab támasztotta meg. Big gyorsan kimozdította a téglát, amely mögött vízmosta, mély odú nyílt meg. Ide tolta be az aktatáskát. A
téglát újra visszahelyezte és rohantak tovább. A rendőrök futó lépése már nagyon közel dobogott. A menekülés csak egy domnak kanyargó szerpentin úton látszott lehetségesnek. De ez a szerpentin a Fort Saint-Jean citadellájánál végződött. Ide látszott a posztoló szenegáli gyalogosnak megvillanó szuronya. Utána! Követték Biget őrült rohanással. Halt! Kuala! Big vadul lihegő mellkasa neki feszült a szurony hegyének. Be akarunk lépni a légióba! A poszt félreállt. Míg jóformán el sem érték a kaszárnya udvaron át a törzsépület főkapuját, mikor ismét felhangzott mögöttük a szenegáli kiáltása. Halt! Kuala! Egy izgatott rendőrkapitány megmagyarázta a szenegálinak, hogy három rablót üldöz, akik erre futottak. A szenegáli biztosította a rendőrkapitányt, hogy este 8 óra óta, mióta ő van őrségbe, senki sem lépett az erődbe. A kapitány rövid megjegyzéssel válaszolt a szenegálinak, és az a egyetlen szócska, amely kizárólag francia nyelven tűri el a nyomdafestéget, nagyon jellemezte véleményét a légióról, általában a hazudozásról, és különösen a szenegáliakról. Aztán fáradt legényeivel megindult lefelé a szerpentinen. A szenegáli két karját puskájára támasztotta és köpött egy hegyeset az eltávozottak menet irányába. Megindult a szokásos udvarias ellenségeskedés a rendőrség és az idegen légió között, és ez alkalommal a rendőrség minden bizonyíték, a rablókra vonatkozó minden közelebbi adat hiány volt. Kérték a kiadatását három embernek, akik az erődbe menekültek, de előző éjszaka folyamán a Live at Thomas cégtől egy aktatáskát raboltak el 500 000 dollárral, amelyet Sir Gottfried, a Petroleum király helyezett letétbe másnap reggelig. Az ezredes sajnálattal közölte a rendőrséggel, miszerint hiányos ember és mellettük folytán nincsenek abban a helyzetben, hogy a bankrablókat képesek legyenek felismerni, pusztán az elkövetett bűncselekmény alapján. Tehát közelebbi személy leírást kér. A rendőrség azt felelte, hogy három középtermetű emberről van szó. Az ezredes válasza megint rendkívül udvarias volt. Felhívta a rendőrség figyelmét arra a körülményre, hogy a légiónak igen sok középtermetű katonája van, és legnagyobb sajnálatára ilyen deliktumért sem áll módjában senkit letartóztatni. Azért lelkiismeretesen átkutották az éjszaka jelentkezett három embert, de miután minden kétséget kizáróan megállapították, hogy sem a három embernél, sem a kaszárnya épületében elrejtett pénz nincs, közelebbi adatok hiányában, mint ez már annyiszor hasonló esetben is megtörtént, a vizsgálatot beszüntették. Újoncok. Pierre kiült egy padra az erődudvaron, és lehunyt szemmel a napsugarak irányába tartotta az arcát. Szomorúan gondolt Erikára. Ha Erika nincs, akkor Pierre élete ott folytatódott volna, ahol a dél-franciaországi jópolgári családok fiai általában folytatják életüket. Erika szép volt. Sovány, fekete szemű, fekete hajú nő, és az utóbbi időbe köhögött. Pierre azt akarta, hogy elmenjen délre, ahol gyógyító meleggel tűz a nap, és nem kellene Erikának naphosszat részeg matrózok számára hordani pálinkát a Grand Bar nevű lebújba. Itt ismerte meg Pierre a nőt. Véletlenül tévedt a kikötőbe, ahova a belső város jobb polgárai csak ritkán vetődnek el. Aztán megismerte Erikát a Grand Barban, és törzsvendég lett. A belső városrész nyelvén szólva elzüllött. Elköltözött otthonról, mert tarthatatlanná vált a helyzete. A Laub és Thomas cég, ahol mint tisztviselő dolgozott, hamarosan kitette, és Pierre Lorient nyomorba tengette életét, de akkor láthatta Erikát, amikor akarta, és ez többet ért neki mindennél. 2 vagy 3 hétig tartott így ez a kapcsolat. Erika arról beszélt állandóan, hogy szeretne jó útra térni, rendes életet élni, de ehhez pénz kell. Honnan lehetne pénzt szerezni?
Erika testi-lelki gyógyulása függött attól, hogy Pierre pénzt szerezzen. Egy napon a nő bemutatta Bignek. Azt mondta, hogy Big távoli rokona. Unalmas vasárnap délelőtt volt, és a két férfi együtt sétált a kikötőbe. Hozzájuk csatlakozott Tonton, akit Pierre már régebben ismert a Grand Barból. Pénzről folyt a szó, többek között arról, hogy Pierre Lorien egykori gazdáinál, a Live & Thomas cégnél nagyobb összegek szoktak letétbe lenni a széfben. Hogy honnan tudott erről Big és Tonton? Más országokban és más esetekben is kiderítetlen rejtély a bűnesetek nagy százalékánál, hogy a tőke olimposzáról mi módon szivárognak le pontos értesülések a bűn HDC-be. Pierre Lorien csak hallgatta őket. Erikáról is beszéltek neki, hogy kár ezért a lányért, most még meg lehetne menteni a tüdejét. És végül egy kocsmába lerajzoltatták vele a Lau & Thomas cég irodáinak alaprajzát. Megjegyezték, hogy gyerekjáték lenne elhozni a pénzt, ha olyan ember segítkezne nekik, aki ismeri a szép kombináció zárjainak rendszerét, és nem kell gyanút, ha megfordul este felé a házban. Ők az utcáról fedeznék az egészet, s Lamus apónál szerezhetnének autót. Ez és a többi is olyan zavaros volt előtte. A betörés, a robogó teherautó, a lövöldözés, és végül a Fort Saint-Jean. Szemben a hegycsúcson állott a Notre-Dame-du-Gard temploma, tornyán egy hatalmas aranyozott Madonna szoborral, amelynek karján a gyermek Jézus pihent. Harangoztak. Ahogy lepergette maga előtt életének rövid filmszalagját, amely mint egy vetítés közben elszakadtan, valahol a közepe előtt fog véget érni, nagy közönnyel vette tudomásul ezt a lezárt tragédiát. Big lépett hozzá. Add ide az okmányaidat, a rendőrség utána fog nézni az elbocsátott alkalmazottaknak. El kell tűnnie az írásaidnak, mielőtt megkezdődik az összeírás. De valamiféle okmányra szükségem van, mondta gyámoltalanul Pierre, miközben odaadta a tárcáját. Bízd rám! Pierre érezte, hogy az idegen légió környezetesen szünteti meg cinkosai hatalmát fölötte. Visszaült a helyére, kimerülten és lehangoltan, szomorú, sovány arcával az őszi nap hűvös sugarai felé fordulva. Haftl egy vidám, szeplős kis grászi fiú, miközben pisztráng módjára igyekezett tolakodó bajtársain keresztül a kondérba gőzölgő menázsi felé surranni, nem is sejtette, hogy milyen furcsa végzet közeledik feléje Big személyébe. Észre sem vette, hogy a külső zsebébe előkészített okmányait Big két ujjal kiemeli, és ugyanakkor Pierre Lorien írásai csempészi be helyettük. Ez a Haftl egy jó étvágyú festőművész volt, aki nagybácsiának köszönhette, hogy a Párizsi Festőakadémiára került. De nem a nagybácsi bőkezűsége idézte elő a kis osztrák nagyszerű tanulmányi lehetőségét, hanem a szigorú osztrák büntető törvénykönyv, amely nagyon nigorózus álláspontra helyezkedik olyan fiatal festőművészekkel szemben, akik jó szituált, de fukar felmenő ági rokonaikat súlyos testi fenyítéssel igyekeznek humánusabb felfogásra bírni. Egész rejtélyes, hogy a továbbiakban Haftl mi módon kapcsolódott be a Korzika szigetén virágzó illegális dohányáró kereskedésbe, és hogy került a párizsi festőművész arra az ócska vitorlás bárkára, amely Bastia és Dél-Francia kikötők között bonyolította le a csempészáru forgalmat. Így keveredett Haftl társaival együtt a francia parti rendőrséggel abba a heves vitába, amelynek igen sok halálos áldozata volt, mivel mindkét fél részéről különböző fajtájú lófegyverekkel argumentáltak. Társai közül valószínűleg csak neki sikerült az egzogos sziklák között eljutni arra a rejtekhelyre, ahol már máskor is meghúzta magát veszély esetén. Itt kötözte be könnyebb sérüléseit, megbújt vagy két napig étlen szomjan, és a rakományból magával hozott 10 000 darab kitűnő minőségű Alban Bleu cigarettát egy kimozdítható kőlap alá rejtette. Ekkor már nagyon meleg volt lába alatt a talaj, és Haftl elhatározta, hogy tabula rázát csinál. A nagy spondja, amely Dél-Franciaországban mindent letöröl a múlt táblájáról, ott állt a Corniche promenád kezdetén, és úgy hívják Fort Saint-Jean. Így került Haftl az Iris Stew-ra emlékeztető húslevessel két szombja között az Alpavillon lépcsőjére, és elhatározta, ha leszolgált az 5 évet, visszatér majd Dél-Franciaországba, és új életét a kőlap alá elrejtett 10 000 darab Alban Bleu árából kezdi meg. Rangez! Alig nyelte le a levest, már sorakoztak. Most következett a végleges felvétel.
Az újoncok elvonultak egy hosszú asztal előtt, ahol mindenkitől elvették az okmányait, beírták az adatait és megkérdezték, hogy milyen néven kéri felvételét a légióba. Ilyen módon az eredeti adataink kívül beírtak egy nevet, amelyet tetszése szerint választhatott a légionista. Haftl azonnal észrevette, hogy a kezébe lévő tárca nem az övé. Csodálkozásra sem volt ideje, és az őrmester már elvette tőle. Mit csináljon? Itt olyan gyorsan és keményen folyt a beírás, hogy nem volt ajánlatos a folyamatot valami egyéni óhaj pauzájával megbontani. A feltűnés sohasem vezet jóra. Haftl vállat vont, mikor azt kérdezték, hogy milyen néven kíván szolgálni, kijelentette, hogy Joseph Morgan nevet veszi föl. Így hívták gazdag nagybácsiját. Ahogy Haftl saját magát ismerte, biztos volt benne, hogy tetteivel nem emeli a név dicsőségét, és gondolta, ez méltó büntetés lesz a fösvény Morgannek. Azt már észre sem vette, hogy a törzslapjának valahol a szélére odabigyeztették a Pierre Lorien nevet is. Haftl a légió megszentelt hagyománya szerint e pillanattól kezdve mindenki számára Joseph Morgan volt. Valamivel később Pierre került az asztal elé. Átnyújtotta Haftl okmányait, és a légióba, mint Pierre Vermeau kérte felvételét. Ezek után kijelölték hálóhelyeiket arra rövid időre, míg Marseille-ben lesznek, és mindenki kapott egy pohár fekete kávét. Haftl sokáig tűnődött még a kopott sárga bőrcárca rejtélye felett, amely saját írásai helyett került a kezébe, de miután semmiféle megoldás nem jutott eszébe, s a rejtélyeket szívből utálta, befordult a fal felé és elaludt. A Live at Thomas céget alapjába rendítette meg a rablás. A becsületüket kezdte ki az ügy. Néhány rosszindulatú versenytársuk arról suttogott, hogy a cég nem jól állt, és a letét összegével sikertelen spekulációkat kellett fedezniük. Önbetörés. A kisbetevők váratlanul megrohanták őket, a komitensek visszavonták megbízásaikat, és a Live at Thomas magánbank felszámolt. A két barát régi, konzervatív bankemberek úgy érezték, hogy gazembereknek nézik őket. Live vagyonának roncsain családostól kivándorolt Dél-Amerikába. Thomas ott maradt Marseille-ben. Mániákusan hitte, hogy a tetteseket kézre kerítik. Megrokkant, megtört, kerülte az embereket, és szinte eszelősen rágódott a bűnügy minden apró részletén. Leányának vőlegénye, Taurin felbontotta Thomas Kittyvel az eljegyzést. Taurin kapitány volt a kék huszároknál, és a gyanú, amely Thomas nevéhez tapadt, lehetetlenné tette számára, hogy Kittyt elvegye. A Thomas család tragédiája teljes lett. És a megkárosult milliómos? Sir Harry Gottfried, az angol származási amerikai petróleum király. Őt nem sújtotta le túlságosan az ügy. Megbízást adott a Pinkerton iroda legügyesebb emberének, Manfred Wallisnek, hogy folytasson magánnyomozást. Köztudomású volt, hogy a tettesek mikor jelentkezhettek a légióba, tehát könnyen beszerezhető adatok alapján a rendőrség is, Wallis is, Thomas is rájött, hogy a légió második századának emberei között van a keresett három is. Később még megállapítást nyert, hogy a kombináció zárrendszerét ismerte egy ember, bizonyos Pierre Lorien nevezetű, régebben elbocsájtott tisztviselő, aki az Avenue Magnetta 5 szám alatti lakásáról a rablás estéjén eltávozott és azóta nyoma vezet. A rendőrség keze majdnem olyan hosszú, mint Allaké, de annyiban még különbözik tőle, hogy mindenhová nem ér el. Ilyen hely például a légió is. Sir Gottfried kezei azonban már valamivel hosszabbak, különösen, ha megtudja őket néhány ezer dollárral. Megbízta Manfred Wallist, hogy próbáljon magánnyomozást folytatni. Menjen a légió után Afrikába, mindegy, hogy mibe kerül, és ha a tettest megtalálja, próbáljon kiegyezni vele. Ő a félmillió dollárból hajlandó százezret adni, ha az illető megmondja, hogy hová rejtette a pénzt. Elmúlt három hét, és senki sem beszélt többé a dologról. A nyomozás iratait színes zsinórral átkötözték, és az irattárba került.
Menetelj vagy pusztulj! A hatalmas kiégett lapájon egy fűszál sem élhetett. A százada csak nem víztelen giddi sivatagon menetelt, amely a magas atlasz déli lábánál kezdődik, és csak nem 1000 kilométernyire húzódik délfelé, ahol egy óriási mocsaras vidékkel torkolik az Atlanti óceánba. A kopár talaj kérges, salétromos felülete görcsösödött meg az ősi lehűlés idején, és nem terel rajta semmi más, mint a szegényes, ritkás alfafű meg bogáncs. 10 hónapon át egyetlen csepp víz sem hull erre a vidékre, és a 60 Celsius állandó pokla méteres repedéseket feszít a földtestén. A pusztulás csöndje borul a végtelen sík területre, mely mint egy roppant kazán feneke megsokszorozva ontja vissza a ráhulló perzselő forróságot. A puszta egyhangúságát csak a hőségtől meg szomjúságtól veszett hiénák és sakálok sikoltva, üvöltve vágtató kis csoportjai törik meg. A nappali hőmérséklet 10 hónapon keresztül változatlanul 60 fok Celsius. Még a tuareg hordák is ritkán tévednek erre a vidékre, de a légió útja Nyugat-Afrika felé itt vezet keresztül, mert ha a látszólag közelebbi utat akarná választani, a Nagy Atlasztól délre, akkor a Szaharán kellene átvágni a torony irányba. Ez nem kellemesebb, mint a giddi puszta, és jóval tovább kell menetelni, amíg keresztül vágva rajta elérhetnék az egyenlítői Afrika választóvizeinek dús növényzetű vidékét. Egy eszkardon a második zászlóajból már több napja úton volt, hogy a giddi pusztán átrendeltetési helyére érkezzen. Az eszkardon 2 pelotonból állt, 1 peloton körülbelül 100 ember. Minden századra jut egy hadnagy és 2-2 őrmester. Egy század ugyanis 2 szakaszból áll, és a szakasz korlátlan parancsolója az altiszt. Minden eszkárdonhoz hozzátartozik egy kapitány, és a géppuskás szakasz 8 gépfegyverrel, amelynek mindegyike egy összvérszerelvényt képez. Az összvér jobb oldalán megfelelő mennyiségű lőszer van, bal oldalán a gépfegyver speciálisan Afrika számára készítve, páncélzat nélkül, léghűtéses szerkezettel. A géppuskás osztag parancsnoka csak főtörzsőrmester lehet. Végül bezárja a menetet a hadtáp. Tartalékfelszerelés, vezetéklovak és összvérek, konyha, kórház és az elmaradhatatlan kantin. A kórházkocsi alatt ne értsünk olyan szekeret, amelyre beteget vesznek fel, mert ilyen alkalmatosság itt nincs és nem is volna lehetséges. Egy ponyváskocsi orvossal, műszerekkel, penészmentesen csomagolt gyógyárukkal, ezt nevezik kórháznak. Aki menetelés közben kidől és rövid élesztési kísérletre nem tér magához, az elveszett ember. Az özzésére hátrahagyott bajtársak kegyelem golyója az egyetlen segítség, amelyben a hadsereg jóvoltából részesülhet. Bertil a kantinos saját maga vezette virágzó üzletét, és csak egyetlen szemét vitt magával, egy fiatal lányt, akiről senki sem tudta, hogy ki-e. Felesége, gyermeke, babája vagy pedig egyszerűen alkalmazottja. A fiatal lányt Lúnak nevezték, és bár a legfárasztóbb útvonalakon a kocsi ponyvájának árnyékában üldögélt, az út mégis szemmel láthatólag megviselte. Bertil, aki pincér, kocsis, kereskedő és vállalkozó volt egyben, jó szívvel viselte gondját. A menetet egy tiproláncos autó zárta be, óriási fényszóróval, 2 mechanikussal és egy kis kaliberű gyors tüzelőágyúval. Legelől megy a kapitány lovon. Még így sem mulatságos az út. 60 fok Celsius mindenképpen elviselhetetlen érzés. A menetelés ugyan könnyebb lovon, de lelkileg nagyobb strapa a kapitánynak, aki egyedül tudja, hogy milyen irtózatos messzeségben vannak még útjuk céljától. Az első valamire való pihenőt 2 hetet Namasrumba oázis helyőrségénél tartják, ahol a kenifrai régi karavánút Timbuktun keresztül Gambia felé ágazik el. Úristen, milyen messze van még! És ember, állat egyaránt a végkimerüléssel küzd már is. Van-e joga hozzá? Kérdezi önmagától a kapitány. Egyik embernek ahhoz, hogy bármiféle érdekközösség céljai miatt több embertársát ilyen boszorkány próbának is beillő menetelésre kényszerítse. Pierre szeme előtt már réges-rég csak a forró, sötét zúgás vonul a környezet képe helyén. Nyakerei és torka szinte vonaglottak a lüktetéstől. Testét szúrta a por, fejébe másodpercenként görcs nyilalt bele, és felső combjai fájdalmasan megmerevettek. De a fülei csodálatos kép világosan közölték agyával az ütemes poroszkálás zaját, a keréktengelyek csikorgását,
Az egész monotóritmusú haladás fárasztó orkeszterét és a káplár hangját, aki időnként végig siet a menetoszlop mellett. Gyerünk, gyerünk, piszok blő! Gyerünk az Isten fáját maga úri csirkefogó! Nom de dieu! Az érzéketlen taposógépek, akik körülötte vonszolták magukat, egyszínű portól beleppve valamennyien már jól látták, hogy Pierre elérkezett a mars végére. Ismerő szimptomák. Sapkája hátracsúszott, óra és szája oroszlánszerű grimaszba torzul, és két fogsora keményen szorul össze. Belégzésnél ijesztően hörgött, kilégzésnél egy rövid, sipoló hangot hallatott. Fostrasser megrázta és a fülébe ordított. Igyon ki mindent a kulacsából, hallja! Az agyába pattanásig feszültek a hajszálerek, a tüdejébe levegő helyett időnként egy hosszú tördöfött bele a légzőcsövén át, és vonagló szívizmai vonakodtak újra összehúzódni. Szét kell feszíteni a száját! Kiáltotta valaki, és ezt még tisztán hallotta, aztán kizuhant a sorból. Ez a vég, lihegte magába. De a sors másképp akarta. Ha Pierre egy órával előbb zuhan ki a sorból, akkor néhány nap alatt szép múmiává aszalta volna a nap, és két peloton nélküle haladt volna tovább a nagy karavánúton. De a nap már lemenőbe volt, és az előírt 30 kilométert megtették, tehát Pierre mozdulatlan teste mellett alig haladt el a fél század, mikor hosszú-hosszú fügy hangzott a kapitány sípjából, nyújtottságával jelezve, hogy nem az óránkénti 5 perces megállásról, hanem az esti táborozásról van szó. És az ember kígyó porfelhőbe vesző elejétől egészen a tipróláncos autóig megtorpant a menet. A kígyó teste megvonaklott, szétszakadozott és lejátszódott a légió sűrűn ismétlődő csodája. A fegyverek pontosan gúlába dőltek, mintha itt egyéb gondja se lenne senkinek, azután, mint egy derűs délelőttön a gyakorlótéren gyorsan sátrakká verik a bardákat. Minden mozdulatok rövid, praktikus, és épp olyan előírásos, ahogy a szolgálati szabályzatban áll. Pierre mozdulatlanul fekszik. Összesen 4 órai alvásra van idő, nem érnek rá betegekkel foglalkozni. Az indulás füttyelére vagy fel kell, vagy ott marad. De valaki felemeli a fejét, valaki mégis rumot tölt a szájába. Kinyitja a zubbonyát, megoldja a derék szíját. Pierre nagy sóhajjal kinyitja a szemét, és egy kedves, kimerült leányarcot lát maga felett. Lou vette gondjaiba. Megsajnálta az ájult, félig még gyerek katonát. Nedves rongyal letörli a port az arcáról. Pierre-nek annyi ereje sincs, hogy megköszönje, de a lány megérti a tekintetét. Úgy fekteti vissza a földre, hogy a feje a kenyér zsákjára kerüljön. Aztán elmegy és odahozza a menázsiát is. Pierre lassan magához tér, már megszólal a reket fátyolos hangon, cigarettára is gyújt, és csodálkozva nézi a leányt. Egészen más, mint Erika, de nagyon kedves az arca. Első gondolata most is Erika. Minden fontosabb eseménnyel kapcsolatban Erika jut az eszébe. Mióta szolgál? 3 hónapja. Ugye, maga a kantinos lánya? Nem vagyok a lánya, csak alkalmazottja. Nem lehet megköszönni, amit velem tett. Azt hiszem, meghálálni sem lehet soha. Ostobaság? Itt feküdt, hát segítettem magám. Hogy hívják? Vermő, mondta Pierre a felvett nevét. Megszorította melegen a lány kezét, és hálásan nézett rá. A lány mosolygott, és elsietett, hogy pálinkát hordjon szét a katonák között. A csillagtalan, sötét afrikai ég mozdulatlanul borult föléjük. Hiénák és rakálok gyülekeztek marakodva a tábor köré, de hátborzongató üvöltésük nem zavarhatta azt az álmot, amelyben ezek az emberek terültek el mozdulatlanul. Pontosan 4,5 óráig aludtak. Amikor a hold a legmagasabban állt, beleredsen a némaságba az ébresztő trombita rikoltása, 10 percen belül a bardákból ismét hátizsák lesz, megzőrennek a bakancsok, és a hosszú füty nyomában tovább bonszolja magát a szikesporba vonagló emberkígyó, és kezdődik újra az alternatíva. Menj, vagy pusztulj!
Namasz rumba. Ki hinné, hogy Namasz rumbáig mindössze 9 áldozatot szedett magának átkelési vámul a giddi sivatag. Az emberek nem is tudják önmagukról, hogy milyen erősek. Az emberi erők végső határát csak a legfelsőbb hadvezetőség tudja számokban kifejezni, kilométerekben, időegységekben, súlyelosztásban megnevezni. Igaz, hogy ezzel szemben az a hadsereg, amelyet Napóleon kiéhezetten és megfagyva hozott haza Oroszországból, egy sportegyesület díszfelvonulását reprezentálta volna a légiónak ama 2 százada mellett, amely Namasz rumbába érkezett. Ember, állat, ruha, fegyver egyformán szürke volt a portól, cafatokba szakadt le róluk a felszerelés, és a katonák átlagos testsúlya 47 és 55 kg között ingadozott. Pierre miután átesett az első nagy krízisen, szerencsésen megérkezett az oázisba. Lou-val való barátsága még jobban megerősödött, miután a lánytól kapott egy kis gészt és zsiradékot, amivel gennyes szemgyulladását éppen annyira lokalizálhatta, hogy ne vakuljon meg. Miután ebbe a szörnyű helyzetbe került miatta, még jobban csüngött gondolataival Erikám. Erika volt az egyetlen, akinek indulás előtt megírta a címét, az új nevét és a századát, hogy levelet várhasson tőle. Azzal a határozatlan szenvedéllyel ruházta fel ezt a nőt, amellyel az emberek olyan konokul túlozzák el szerencsétlen cselekedeteik indító okát. Beagle és Tontonnal jóformán alig találkoztak. A két igazi bűnöző és az züllött úri fiú között tulajdonképpen sohasem volt őszinte benső kapcsolat. Csak a bűn hozta össze őket. Ami még azon felül néha Pierre közelébe kényszerítette a két embert, az a távoli közös jövő tárgya volt, az elrejtett 500 000 dollár. Megfogadták, hogyha kiszolgálták az idejüket, együtt mennek érte. Ha alkalom adódik szökésre, akkor együtt szöknek. A másik kettő már régen elhatározta, hogy nem egyforma arányban fogják elosztani a pénzt, és ha adnak is Pierre-nek belőle, nem fogják túlzásba vinni vele szemben a nagy lelkűséget. Egymás iránt sem voltak valami nagy bizalommal. Big minden nap ellenőrizte, hogy Tonton közöttük van-e, és Tonton nem hagyta magára Biget, ha szabadnaposak voltak. Pierre pedig mind a ketten vigyáztak távolról. De volt valaki, aki mind a hármukra vigyázott. Az erős López. López őrvezető spanyol volt. Mint bilincs és kőtörő járta valamikor a falvakat, és egy gyilkossági ügyből kifolyólag menekült a légióba. Nem feltűnően, de állandóan figyelte Biget és Tontont. Namasz rumba ligete jóformán kizárólag katonai bázis. Pierre ide várta az első levelet Erikától, de hiába. 3 hónap előtt jött el Marseille-ből, azóta hiába várt levelet. Elkallódott talán a levél? Vagy lehet, hogy Erika beteg? Erika. Erika. Életének milyen végzetes kísérő zenéje ez a név? Este volt. Az oázis hűs csendjében néha távoli vadállatok hörgése hallatszott, és álmokból felriadt tevék felelgettek rá rémültem. A vad timián fűkecsernyés mentolos illata nehezedett a levegőre, és a pálmák széles sötét levelei orkol összezördültek egyet tovalopódzó majom fürgeteste mögött. Észre sem vette a leányt, amikor melléje ült. Csak a hangjára rezzent fel. Zavarom, Vermő? Maga sohasem zavarhat, Lou. Kellemes melegség enyhítette a szomorúságát, ahogy a lányt ott látta maga mellett, és önkéntelenül megfogta a kezét. Lou hagyta. A markáns, kemény légionisták között valami megnyugtató társaságot jelentett neki Pierre színes lírai modora. Megkérdezhetem, mi volt az előtt? Mondja, kérdezte válasz helyett hirtelen Pierre, ahogy a lány finom arcába nézett. Hogy került maga a kantinos szolgálatába? Én segítettem megszerezni az engedélyt, azzal a feltétellel, hogy elhoz magával. Hogy bírja ki jött a sivatagba barommá vált emberek között? Lou nem felelt. Pierre már régen meg akarta ezt kérdezni tőle, mert feltűnt neki, hogy a lány milyen rémülten és borzadva húzódik el a tréfás katona tenyerek közeléből, és mondatai is sokkal finomabbak, választékosabbak voltak, mint az alacsonyabb néposztályból kiselejteződött kantinosnék ostroba frazeológiája. Miután a lány nem felelt, nem is kérdezte tovább. A gyarmati hadseregben nem szokás furcsaságokat firtatni. Mindenkinek van titka. Az egész földrész forróságával, dzsungeleivel, mocsaraival és pálmáival maga a titok volt, anyagba formálva.
A lány is szerette volna még egyszer megkérdezni, hogy a gyerekes külsejű Vermót miféle balsós tornádója sodorta ide, de miután ő maga zárkózott volt, úgy érezte, nincs joga a fiatalember bizalmához. Csendben ültek egymás mellett az afrikai égdermet sátra alatt, szívükbe bajsejtelmekkel úgy érezték, hogy ismeretlenül és egymás elől zárkózottan is jól esik csendesen megszorítani egymás kezét, és úgy ülni szótlanul. A csáttóhoz expedíció érkezik. 10 nap alatt elérték a Szaharának azt a délfelé húzódó, nagy kiterjedésű horpadását, amit a földrajztudósok deflációnak neveznek. A hőség olyan elviselhetetlen volt, és a terep annyira rosszabbodott, hogy óránként nem 5 perc, hanem negyed óra pihenőt tartottak. Most már mindannyian tudták, hogy útjuk a csáttóhoz vezet. Mióta Franciaország birtokba vette Kamerunt, egyre újabb és újabb garnizonokat létesített, hogy a hatalmasan kiegészült egyenlítői Afrika territóriumát a Csádtó és a Kongó között biztonságosabbá tegye és jobban kihasználhassa. Óvatosabb és kíméletes meneteléssel emberáldozat nélkül jutott el a 200 Agadez oázisba, ahonnan már megszakítás nélkül vezetett tovább az út, illetve az úttalan sivatag a Csádtóig. Agadeznél némi meglepetésbe volt része a légiónak. Egy expedícióval találkoztak, és ez volt a legfurcsább expedíciók egyike a világon. A tevehajcsárok és négreszolgák naphosszat a hasukon feküdtek és aludtak, mindenki akkor kelt fel, amikor akart, abból evett és annyit, amiből és amennyit megkívánt. Az összférek száma aszerint váltakozott, hogy az expedíció hajcsárai milyen sikerrel loptak új állatokat azok helyett, amelyeket tőlük hajtottak el. Senki sem parancsolt senkinek. Mindenki ordított mindenkivel, és a táborozás formációja annyira nem emlékeztetett semmiféle hasonló pihenőállomásra, hogy a kapitány, midőn messzelátójával megpillantotta azt a szabálytalan, furcsa foltot, amit összvérek, emberek és sátrak egymás hegyén hátán alkottak, meglepetten szólt hátra az őrmesternek. – Mondja csak, monséf, mi az Isten csodája lehet az az izé ottan? Az őrmester úgy vélte, hogy a kóborló glua törzsből való szent vakok egy csoportja van ott, mert az innen is látszik, hogy szemük világa nem lehet az illetőknek. Midőn végül megtudták egy jámbor berbertől, hogy az ott szemben egy expedíció, percekig nem jutottak szóhoz a csodálkozástól. A kapitány első dolga volt, hogy a letáborozás után kiküldött egy altisztet az expedíció papírjaiért. Vadul káromkodott, mikor látta, hogy az írások tökéletesen rendben vannak. Valami lepkefogó egyetemi bolondot eresztettek rá a Szaharára. Wallis Manfred tanárul, a Philadelphiai Egyetem tanára, számos akadémia levelező tagja, nem jöhetett személyesen, mert súlyos beteg. Gondolhattam volna, sziszegte a kapitány, aki, mint általában a gyarmati tisztek, nem volt túlságosan elragadtatva a pacifikálatlan területen mászkáló tudósoktól. Mindenbe beleütik az órukat, és ha valami bolond tuareg véletlenül levágja a fejüket, akkor a lapok hetekig cikkeznek róla. No, hiszen érdemes is lármát csinálni az ilyen fejekért. Meglátogatta a tanár urat. Kemény dolga volt a korbácsának, míg a lézengő részek bandán keresztül verte magát a fősátorig. Sűrű légy rajzsongott a rosszul takarított sátorban. A tanár úr nagy lázba feküdt, és a sátor földjén közömbösen maga elé meredve ült egy arab szolga, mezítelen lábszárait vakargatva. A kapitány nem is köszönt. – Mondja az Istenért, maga szerencsétlen! Minek jött ide? – Örülök a szerencsének, kapitány úr. Manfred Wallis vagyok, a Bostoni Egyetemről az egyenlítői Afrika rovarvilágát akarom tanulmányozni. Csodálom, hogy komoly tudós létére így neki rohan fejjel a biztos hallának.
Maga mellé adok 20 embert, azok majd rendbeszedik a karaványát, és visszavezetik Nemas Rumbába. Onnan pedig igyekezzék hazajutni. Sajnálom, kapitány úr, én expedíciómmal a Csátóhoz megyek. Én pedig sajnálom, de ilyen lezüllött hordát, mint a maga karaványa, kötelességem a saját érdekében, ha tetszik, ha nem visszafordítani Észak-Afrikába. Ha nem csalódom, ön most a második századdal érkezett. Nem, de Nikol kapitány úr. Az vagyok, mondta csodálkozva a tiszt. A lázas arcú, lihegő ember levelet vett elő a zsebéből, és átadta. Van önhöz egy ajánló levelem a hadügyi államtitkártól. A kapitány elolvasta a levelet, és összegyűrte, de úgy, hogy ropogott belé az ökle. Aztán szó nélkül visszament a századához. Hé, káplár! Magához vesz 20 embert, átmegy abba a bolondok házába, mindenkit addig pofoz, amíg rend lesz. Ott marad velük, és elkíséri őket a Csátóig, hogy az a mennydörgös istennyila. Bement a sátrába. Darabokra tépte a levelet, és úgy rúgta oldalba a kutyáját, miközben az államtitkár úrról tett említést, hogy a szegény szlúgi vonítva húzódott a ponyva legtávolabbi sarkába. Ahogy közeledtek a Csátóhoz, a sivatag képe egyre változatosabb lett. A sztyeppéken mind sűrűbb lett a bozót, és néhány dombhajlás után a látóhatár egyetlen vastag fekete vonallá változott. Közép-Afrika őserdő hálózata tűnt fel. Ha déli szél volt, már dúsan hömpölgött feléjük a dzsungel pince szagú párája, magával hozva az évezredek óta rothadó talaj dögletes lehelletét. Pierre most már megtanulta a menetelés egyik borzalmas válfaját. Magas lázzal, hidegrázásba vergődve vonszolni magát, és ha néhány órára jobban lett, megismerkedett a kinin süketség érzésével. A fülébe zúgó, csengő-bongó, csilingelő harangok és csengetjük templomi orkeszterével. A Bár El Ghazal völgyében, amely őserdők között a vidék egyetlen egészséges változata volt, kéthetes kényszertáborozást rendeztek, mert a legénység 70%-a maláriás volt. Pierre ezt az első maláriás rohamot olyan erővel kapta meg, hogy napokig önkívületbe feküdt. Mikor felnyitotta a szemét és magához tért, Lou arca mosolygott fölötte, és egy vizes kendővel törölgette az arcáról a verítéket. Jobban érzi magát? Láza már nincs. Mióta fekszem? Kérdezte, és olyan idegen csengése volt a hangjának, mintha a sátor távoli sarkából szólalt volna meg valaki. 12 napja. Azt mondta az orvos, most már rohamosan fog magához térni. Csak az első adta ki ilyen súlyos. És maga állandóan itt ült nálam? Ha szabad időm volt. Mondja, ki az az Erika? Pierre lehúnyta a szemét és összeszorította a fogait. Sokáig voltak itt csendben. Azután ruhasúhogást hallott és egy jól ismert neszt. Mikor a sátornyílás felemelt lapja visszaesik a távozó után. Még egy látogatója volt, aki betegsége alatt is többször felkereste. Von Strasser. Von Strasser magasrangú tiszt volt a német hadseregben, és ismeretlen okok miatt kénytelen volt megválni a szolgálattól, elhagyni a hazáját. Mint közlegény szolgált a légió második századában, és ha csak lehetett, oltalmazta a jóformán még gyerek Pierre. Wallis tanár expedíciója a légióval együtt töltötte a kényszertáborozást. Valamivel távolabb, ahol a Bár El Ghazal völgye kanyonná keskenyedik két domb között álltak az expedíció sátrai. Utak vagy ösvények ezen a vidéken teljesen ismeretlenek voltak. A parkszerűen elszórt bozótok között ritkás facsoportok, paratölgyek és kaktuszok adtak árnyékot. A ledőlt fatörzseken búrjánzó ajnövényzetet úgy kellett szétszaggatni járás közben. A kandelláberszerű majomkenyérfák egy sűrűbb csoportja között táborozott a tudós megrendszabályozott hordája. López őrvezető és 20 embere elegendőnek bizonyult a karaván rendjének biztosítására. Manfred Wallis is kiheverte az első lázrohamot, és ideje legnagyobb részét a jókedvű Haftlillal töltötte el, aki a kivezényelt 20 légionista közé volt beosztva. A festőművészből lett csempés saját szavai szerint úgy élt, mint a kék úristen Bajorországban. Persze Haftlillak fogalma sem volt arról, hogy Wallis Manfred lepketudós úr egy sürgönyt őriz a belső zsebében a következő üzenettel.
Pierre Lorien néven törzskönyvelt légionista okmányainak beszolgáltatása után a Joseph Morgan nevet vette fel. Ez a mi emberünk, Sir Gottfried. Haftul Wallisszal feküdt a sátor hűs mélyén, hallgatta a rádiót és két kézzel tömte magába a manióka lisztből készült jó ízű édes kuszkuszt. És mondja, kedves Morgan barátom, folytatta Wallis taktikusan, hogy kerül maga a légióba? Egész rendkívüli módon, felelte az osztrák. Jelentkeztem a toborzó helyen. Na, igen, igen. Vegyen azokból az angol cigarettákból, és igyon egy kis konyakot. Valami lehetetlenné tette a helyzetét a társadalomban, nem? Felelte teli szája Haftl, aztán vett azokból az angol cigarettákból, és töltött magának konyakot is. Kintről összférek ordítása, hajcsárbotok puffanása hallatszott, és Wallis a mennyezetet nézve tűnődött. Nehéz fiú, az biztos, de majd lassan-lassan. A legtöbb ember úgy jut a légióba, hogy megkerül csomó rendőrtől, és véletlenül belelő az egyikbe, vagy ilyesmi. Haftlanlag torkának adta füst, és köhögni kezdett. Tud ez valamit? Egy rendőrt kilukasztott, az biztos, de mi köze ehhez ennek a vén bogárvadásznak? Magam is hallottam ilyen eseteket, folytatta Manfred joviálisan. Mikor üldözés közben agyonlövik a rendőrt, elrejtik a zsákmányt és beállnak a légióba. Haftl elhűlt. Mit akar ez? Tud valamit az ő elrejtett cigarettáiról? Vagy csak úgy vaktába kérdezget? Tudok eseteket. Menjen a fenébe az eseteivel, mert magához vágom ezt a tésztás köcsögöt, ordította az osztrák. Mi köze magának ahhoz, hogy ki miért jött a légióba? Taktikusan, taktikusan, mondogatta magába Wallis. De, kedves Morgan úr, ne legyen ideges, vegyen abból a datójából. Az ördög vigye a datóját magával együtt, tudja, és hagyjon engem békén. Úgy emelte fel a mázsás edényt, amiben a kuszkusz volt, hogy Wallis úr minden taktikája csődöt mondott ilyetében, és boldog volt, amikor a megdühödött kis osztrák ott hagyta a sátrát. Minden esetre eredményesen végződött az eszmecsere, mert semmi kétség nem lehetett az iránt, hogy vendégét nagyon érzékeny pontján találták el az adatai. A többi most már csak taktika dolga, mondta megelégedetten magába, és újra bekente kinolin kenőccsel a szúnyog csipte combját. Haftl a változatosság kedvéért este a kantinba tömte magát, ahol Lou számlájára kosztolt. A garnizon meg volt győződve róla, hogy a finomkodó kantinos lánynak tetszik Joseph Morgan. Ha nem volt más dolga, egész este Haftl-lal ült, beszélgetett vele, és minden jóval tömte a kuglivá hízott kis katonát. Pierre gyakran nézett át hozzá. Ő azt hitte, hogy Lou iránta érzett vonzalmat, és nem értette, hogy mi köti ehhez a léha kis emberhez. Tontonnal és Biggel volt találkozója a kantinban, hogy megbeszéljenek valamit, de azután nem bírta nézni, ahogy Lou az osztrákkal föltől, és kiment az udvarra. Éppen a káplárba ütközött. Halló, vermő! Jöjjön velem az irodámban! Megérkezett a posta, segítsen nekem szortírozni! Az erőd, amelyben leváltották a helyőrséget, hogy egy évig itt maradjanak, Fort Lamy volt, a Csátó déli lefolyásánál, ahol a hatalmas Sári folyó ömlik a tóba. Ez a helyőrség már a Francia-Kongó vidékét ellenőrizte, és jóformán egy ősvadon közepén feküdt a bantu négerek földjén. Mocsaras rész volt, de a forró égövi őserdőben nincs hüppedékes tőzegláp. Inkább a papíruszbozótok és az áttörhetetlen hidrofilis úszóhálózat jelzi a mocsarat. A tájék, az emberek, az éghajlat, az egész környezet némán, ellenségesen, halálosan fogta körül ezt a kis francia helyőrséget, mintha minden pillanatban meg akarná folytani. Egy szakasznál kevesebb ember nem mehetett sétálni, és 2 kilométernél messzebb senki sem távozhatott élete veszélyeztetése nélkül az erőd közeléből. Ez itt valamikor Lunda ország volt. A leghatalmasabb fejedelemnek, Muatta Tavónak a birodalma. És Afrika területén sehol sem gyűlölik olyan babonás írtózattal, olyan fanatikus vérszomjúsággal az európait, mint itt, az ubongisári őserdeiben, az emberevő nyamnyamok és a törpe pigmeusok, akik hullaméreggel preparált nyilaik hegyén a láthatatlan, gyorsan ölő végzetet tartják készen minden cserje, minden kőrakás mögött. Itt nem is a láz, nem is a csontokat törlő általános reuma pusztít, hanem az idegbaj.
A halálos nagy csönd, a dúslombufák izzadó bőrlevelein leselkedő fantomok, s penész szagú párái a földnek valami furcsa, ragályos melankóliát tenyésztettek ki, amelynek következtében sokszor járványszerűen lép fel az öngyilkosság és az álmokfutás. Neki nem jött levél. Szórakozottan rakta szét a borítékokat, minden szakasz számára külön rekeszbe. Egyszerre ismerős írást pillantott meg. Bignek szólt a levél. Megismerte Erik a kézvonásait. Szórakozottan húzta végig hüvelykujját verejtékező sárga homloka előtt. Mi ez? Úgy érezte, hogy rögtön fel kell bontania a levelet. De nem neki szólt. Neki nem írt Erika. Miért írt Bignek? Egy barna kéz elragadta elől a borítékot, és újabb csomót nyomott a kezébe. Forgott körülötte minden, és a gyomra émelygett. A lába úgy megremegett, hogy le kellett ülnie. Mi ez? A kantinban már várt rá Big és Tonton. Hol a fenébe csavarogtál? Nem itt fogunk beszélni, hanem kimegyünk sétálni. Miért nem kérdezi meg? Miért nem kérdezi meg egyenesen Biget, hogy mit jelent az a levél? Nem kérdezte. Cinkosai már kezdettől fogva durva idegen emberek voltak számára. Csak a közös bűn kötötte össze velük őt. Mit kérdezzem? Talán ő is kapott levelet, de ellopták, vagy elveszett, és most Erika Bignél érdeklődik. Vagy nem? Akkor vár is figyelni fog. Valami titok lenne itt? Közben a két cinkosa beszélt. Elhatározták, hogy meg fognak szökni. Kérdezik Pierre-t, hogy velük tart-e. Ha átkelnek a Sári folyó túlsó oldalára, egy ugrásnyira vannak Nigériától. Jólában már biztonságban lennének. Az angol terület, és a Bennu folyón lehajózhatnának odáig, ahol elérik a kánói vasútvonalat. Csak homályosan értette, miről van szó, de mindenre beleegyezően bólogatott. Holnap után a lepketanár táborába vezénylik őket felügyelni. Ott lophatnak összvéreket és élelmiszert. Megbeszélték egy pigmaos főnökkel, hogy átvezeti őket jóláig, ahol biztonságban lennének. Nekik kötelességük hívni Pierre-t is. Itt összenéztek egy jelentős pillantással úgy, hogy a fiú nem vette észre. Pierre mindenbe beleegyezett. Közben kínzó téperődéssel csak Erikára gondolt, és egyikük se vette észre, hogy fától fájigosonva valaki figyeli őket, és igyekszik elkapni egy-egy szót a beszédükből. Az erős López volt. Szökés. Délelőtt volt. López őrvezető elindult 20 legénnyel a tanár táborába, közöttük Big, Tonton és Pierre. Pierre szeretett volna Lúval beszélni, szeretett volna elbúcsúzni tőle, vagy legalább búcsúzóul megfogni a kezét. Egy percig most úgy érezte, hogy nagyon rossz neki elszakadni a lány közeléből, de miután erre nem volt alkalma, csak összeszedett septébe néhány holmét a ládájából, amiket feltűnés nélkül magával vihetett, és követte társait. A tanár eddig még egyetlen lepkét sem fogott, ezzel szemben sikerült neki kis Hufflet újra kibékíteni, és a napról napra pimaszabbá váló kövér osztrákot újra traktálhatta a sátrába. Lassú, de biztos taktikával férkőzött Wallis a közlegény bizalmába. Nézze, Morgan, a szerencséjét csinálhatja meg, ha őszinte lesz velem. Maga fegyveresen összetűzött a marseilli rendőrséggel, nem? Csak gondolkozzék, el is rejtett valamit valószínűleg. Gondolta Hufflet. Lehetséges, hogy a 10 000 hiányzó cigaretta miatt utána küldtek valakit ide a vadonba? Végre is az állam kezei nem csak hosszúak, hanem kapzsiak is. Nézze, tanár úr, ha annyira érdekli, elárulhatom, hogy összetűztem a rendőrséggel, meg volt is mit elrejtenem. De ha erről a históriáról még egyszer faggatni kezd, akkor hasába szúrom a rohamkésemet.
adjon cigarettát. Helyben vagyunk, gondolta Wallis Manfred. Nem fogom faggatni, valahogy szépen elviszem magammal, és ha mint szökött légionista hatalmamba került, azt csinálok vele, amit akarok. Fort Lamiből áthallatszott a messzire recsegő takarodó trombita hangja. A dzsungel bokrai megelevenedtek, nyugtalan fénypontok villantak elő mindenhonnan, kóbor vadállatok szemei. Valahol egy kakadú rikoltott, olyan hangon, mintha átvágott torkú ember kérne segítséget. Közvetlen közelben egy párduc hördült föl, és a megbékőzött összvérek idegesen kapáltak félelmükben. Von Strasser szokása szerint a szabad ég alatt feküdt le, de nem tudott elaludni. Váratlanul arra lett figyelmes, hogy a legénységi sátor hátsó falából egy késpenge ütközik ki, végighasít, és a nyíláson valaki óvatosan csúszik kifelé. Hárman kúsztak ki a sátorból. A sötétben is megismerte az egyikben Pierre lányosan karcsú alakját. Az őr a sátrak frontális oldalánál állt, tehát nem vehette észre a hátsó pongján keresztül kimászókat. Von Strasser kíváncsi volt, mit akarnak ezek. Lassan utánuk lopódzott jó távolról, a földön fekve. Bik kúszott legelő, indián módra haladtak, kéz és lábfejükkel nagyon lassan tolva magukat annélkül, hogy a térdüket behajlítanák. Az összvérek közelében egy 8 méter átmérőjű, több száz éves adnaszónia törzse mellett felálltak. A jobb oldali összvérkötő fékét vágom el, suttogta Bik. Ti a két mellette állót? Rajta! Ebben a pillanatban hatalmas árnyék toppant eléjük az összvérek közül. Az erős López volt. Elvesztek. No, mi az, közlegény urak? Búcsú nélkül akarjátok itthagyni a légiót? Ez ideig elégedetten élvezte a három ember meglepetését. Ha bárki más áll előttük, Big és Tonton bizonyára megpróbálnak végezni vele. De szemtől szemben az erős Lópezzel semmi esélyük sem lehetett. Nekem most át kell adni titeket az őrségnek, mondta az őrvezető. Onnan a hadbírósághoz kerültök, és végül Stanley Poole mocsaraihoz megdögölni. Fel a kezekkel! És a revolvere már is rájuk szegeződött. Tehetetlenül álltak az óriás előtt. López elnevette magát. Na, ne féljetek, fickókáim! Én is veletek megyek. A Force Engine óta figyellek benneteket. Ott ültem azon az éjszakán mellettetek a padon, mikor jelentkeztetek. Régen tudom, hogy kik vagytok. Kihallgattam egy pár beszélgetéseteket is. Kezdettől fogva vártam, hogy mikor próbáltok megugrani. Jövök én is veletek. Az 500 000 dollár negyed része az enyém, mert én mindent tudok, uracskáim. Nos, menjek veletek? 10 perc múlva Von Strasser nyugodtan kúszott vissza a hálóhelye felé. Négy ember lopott összvérekkel és készletekkel óvatosan csörtetett az őserdő bozótjain. Az elefántok tisztásán állt a mezítelen pigmeus egy fának dőlve. A lábujjait fel és lemozgatta a lágy humuszba. 1 méter magas lehetett, ormótlan feje volt, nagy hasa és görbe lába. Tegezével és íjával úgy nézett ki, mint valami torz ámor. Lándzsája mellette állt a fához támasztva. A fehérekkel egy szót sem váltott. Mikor megjelentek a négy összvérrel, a törpe méltóság teljesen megindult előttük egy keskeny csapáson. Olyan gyorsan haladt, hogy alig tudták követni az apró pigmeust. Hajnalra kiértek az őserdőből. A televényes föld arasonyra vert párájának füstszerű nyújtózásában elérték a tuburi mocsarat. Piros virágú olianderek, óriási kaktuszok, kávécserjék, dúsjázmin és mimóza sövények pompáztak a szívós zöld iszabból, de mindenütt borzalmas síri magányosság. Ez az őserdő mocsara. A levegő és a víz mérgezett. Folytó kék ködön keresztül ibolya színűen borong a nap, amelynek roppant hevétől izzik és forrazó lajosnak tűnő sárréteg. Állat nem jár ide inni, madarat nem látni. Csak nagy fekete vízi kígyók siklanak néha, és a bambuszfák bolyhos, kemény papírra emlékeztető levelei hallatnak valami furcsa zajt, ha megmozdítja őket az áthaladó kis karaván. Pierre szédül és émelyek. Ezt a kölyköt minek hoztátok magatokkal? Suttogja López. Mert minden tud, feleli Big. Megértő pillantásokat váltanak. A pigmeus olyan biztonságosan jár a mocsár vékony ösvényén, amelynek két oldalán a feneketlen halál leselkedik, mintha aszfaltos úton sétálna. Valamennyien kissé rosszul vannak. Szeretnék valamit kérdezni tőled, Big.
fordult Pierre a társához. Mit akarsz? Te szoktál Erikától levelet kapni? Igen, feleli egyszerűen. A pigmeus megáll és messzenéz Lábujjhegyen, nyakát erősen nyújtogatva a föld alacsonyan terjengő pálott gőzei fölött. Azután bólint és újra megindul. Nem tudod, kérlek, hogy miért nem írt nekem Erika? Mert nem törődik veled. Ezt is keményen mondta. Provokálóan. És miért ír neked? Mert a feleségem, te hülye. Téged csak azért bolondított, mert kiszemeltünk, hogy a kombináció zárat felnyisd. Én kértem meg rá, hogy bolondítson téged. Nem igaz! Kiáltotta és megragadta Biget a zubbonyánál. Rövid ívben csapta orron szájon Bigök le. Ezer tüzes szikra villant fel a szeme előtt. Lezuhant az iszapos földre, és ájulása előtt még összefutott egy pillanatra szájában a zöld talaj kesernyés íze, miközben egyre távolodva sustodogtak feléje a menekülők fölött megrezdülő nagy bambuszlevelek. A 6 méter magas adarfűbe haladtak, nagyon óvatosan, mert ez az ősrét tele volt kígyókkal. Készleteik már fogytán voltak, de a törpenéger megnyugtatta őket néhány kézjellel, hogy közelednek útjuk végcéljához. Hajnalban az utolsó adarfűcsomót tolták szét maguk előtt, és szemben egy tisztáson feltűnt Jola a folyó partján. A pigmeusnak odaadtak 40 mattakót, a kialkudott díjat, és a kis néger, kardjára csatolva részkarikákat, lándzsájával minden lépésnél maga előütve megindult méltóság teljesen visszafelé. A 3 cinkos összvéreivel bekocogott Jolába. Ez a pacifikált néger falu már nem rejtett rájuk nézve veszélyt, túl volt a francia határon. Nigéria tartománya kezdődött itt, amely angol fennhatóság alatt állt. A falu lakói barátságos halászok voltak, lumatörzsbeli négerek, főnökük Szokota király készségesen ajánlkozott, hogy a 4 málhás összvér fejében ellátja őket a szükséges mennyiségű manióka gyökérrel, és saját csónakjában viszi valamennyiüket Lokocsába, ahol a Benue a Nigérbe ömlik, és állomása van annak a vasútvonalnak, amely Kongóból a rabszolgaparti Lagos kikötőig megy. Ez volt útjuk fő célja. Az éjszakát Szokota király falujába töltötték, és hajnalban ő felsége saját legmagasabb mancsaival ragadta meg a kormánylapátot, hogy utasait a sziklazártonyoktól és krokodiloktól hemzsegő Benue folyón ellavíroztassa Lokocsáig. A magas partok között sellőről sellőre bukó sebessodrású folyón valóságos művészet volt kolmányozni cédrustöngből vágott ladikjukat. Szokota a csónak orrában állt hosszú lapátjával és biztos kézzel vezette őket a szirtek között. A víz mindenütt fekete pikkelyek körül gyűrűzött, és az ocsmán krokodílus fejek csónakjuk pereme körül lapultak össze undok csattanásokkal. Említésre méltó esemény csak egy történt útban Lokocsáig. Lópeznek átnedvesedett a nadrágja a becsapódó habfoszlányoktól, és felemelkedett, hogy arrébb üljön. De közben megbillent a csónak. Big, mintha segíteni akarna, utána kapott. Utána kapott vagy meglökte, ezt nehéz lett volna eldönteni. Annyi tény, hogy López kifordult a csónakból, de sikerült egy kiemelkedő szirtet átkarolnia a hullámok között. Kétségbe esetten kapaszkodott és segítségért kiáltott. Szokott a kezében meglendült a kormánylapát, mikor észrevette a vízbe vergődő embert, de hirtelen egy revolver csöve szegeződött legmagasabb hasának, és valaki esziszegte. Gyerünk, evesz tovább, előre! Ő felsége rémülten vezette tovább a csónakot. És egy fülge krokodilus a közelben már megpillantotta a szerencsétlenül jártat. Estére Lokocsába értek, és éjfélkor már útban voltak Lagos felé a kanóból közlekedő vonattal.
Az utolsó forduló. Egy viharos éjszakán eltűnt az egész expedíció, és velük együtt eltűnt Joseph Morgan közlegény is. Erről az eseményről legfeljebb Sir Gottfried tudott volna magyarázatot adni, aki New Yorkban a következő kábelt kapta. Nevezettel szerencsésen megérkeztem Kánóba. Siker biztos. Wallis. Pierre felemelte az arcát a tuburi mocsár zöld iszapjából. A feje zúgott, halálosan bágyat volt, a csontjai hasogattak. Körülötte a halálos némaság, a dús, színes, virágú, pompás, de mozdulatlan tájék, ahova nem járnak vadállatok inni, és egyetlen madárcsipogás sem hallatszik. A mérges gőzök bódultá tették. Csak azért tért magához, hogy félálomba ráeszméljem. Ez a könyörtelen, rideg, kikerülhetetlen vég. A nap már lemenőbe volt. Lassan visszahanyatlott a földre, és újra elvesztette az eszméletét. Arra tért magához, hogy mozgásban van. Orra és szája egy nedves kendővel volt átkötve, a lábát bokában, két karját csuklóban egy összfér testén hurkolták át. Így szokták errefelé a sebesülteket szállítani. Az ösztvért valaki lépésbe vezette a kötőféknél. Ájulásából mély álomba merült ezzel a mozzanatnyi átmenettel. Azután újra kinyitotta a szemét. Egy rafia kunyhó mélyén feküdt, hűvös vízzel mosták az arcát. Felvetette pillantását, és mintha egy régi álmot látna újra. Lou arca hajolt föléje, majd valahol távolabb, von Strasser sovány, nyugodt vonásai fordultak kíváncsian feléje. Jó lába volt, szokott a király kunyhójában. Felült. No, most már nem veszíti el többé az eszméletét, mondta von Strasser. Az ütést fel se vette volna, de a mocsár mérges párái nehezen szívódnak fel a szervezetbe. Nagyon kábult? Nem, inkább fáradt vagyok és szomjas. Hónapra kutyabaja, jegyezte meg a német. Pierre lehúnyta a szemét, és Lou apró tenyeréhez szorította az arcát hálásan, valami nagyon-nagyon jó érzéssel. Csendben voltak. A csillogó fehér holdfény darabokra töredező tükörré változtatta a rohanó benővizét. A folyó két partján hatalmas pálmák és tamariszkuszok sűrű koronái lógatták dús lombjaikat mélyen a mederbe. Ez a galéria erdőség, mintha valami hatalmas kertész szabályosan ültette volna el sorba a fákat, csak a vizet választja el a sztyeppéktől két hosszú vonalban a lefolyás mentén. A sápadtan izzó teliholdas éjszaka elég világos volt ahhoz, hogy megkíséreljék rajta a lokott sába vezető utat. A csónak orrában a néger kormányossal gyorsan suhant a fenyegető szirtek között, és Lou elmondott mindent Pierre-nek. Von Strassernek köszönheti az életét, ő megleste magukat azon az éjszakán, amikor megszöktek és találkoztak Lopesszel. Von Strasser kihallgatta a beszélgetésüket is. Hallotta, hogy maguk hárman rabolták el a Laub & Thomas cégtől az 500 000 dollárt. Azt többen is tudták, hogy a dollár rablói ennél a századnál szolgálnak. A bolond professzor az expedícióval szintén a tolvajt halszolta. Ugyanis az egyetlen felelhető nyom Pierre Lorien volt. A lány szünetet tartott. Pierre dermedten ült. A tág fehér fény pompás sugárzással ragyogta be a vízre hajló hatalmas pálma koronákat. Lou tovább beszélt. Akinek a hadügyben jó összeköttetése volt, az megtudhatta, hogy a Pierre Lorien név egy Joseph Morgan nevű légionista törzslapjánál. Én is azt hittem, hogy a kis osztrák azonos magával. Ezért igyekeztem kedveskedéssel a bizalmába férkőzni. Von Strasser volt az egyetlen védelmezőm és lovagias barátom ebben a szomorú környezetben, akit mindenbe beleavattam. Miután magukat kihallgatta, nyilvánvalóvá lett, hogy valami tévedés történhetett az összeírás körül, de bárhogy is állt a dolog, a tettesek minden esetre megvoltak, és én útra keltem von Strasserrel négyük nyomában. Miután összvérekkel mentek, ez a nyom sokkal világosabb volt annál sem, hogy tévedhettünk volna. Így találtuk meg magát néhány órával később a tuburi mocsárban, és összvérháton magunkkal vittük Joláig. De hát, hebegte Pierre, kicsoda maga tulajdonképpen? Thomas Kitty vagyok, a maga volt főnökének a leánya. Az én apám nem csak a vagyonát, hanem a becsületét is elvesztette a lopás miatt. Mikor a nyomok Pierre Loriennel együtt elvesztek a légió második századánál,
Én módot találtam arra, hogy apám becsületét megkeressem és megtaláljam a sivatagba, vagy ott pusztuljak magam is. Volt annyi bátorságom, hogy beálljak a légió kantinjába. És most mit fog csinálni? Lagosban átadom magát a rendőrségnek. Lagosból 3 hetenként közlekedik egy hajó Európa felé. Körülbelül ennyi idő alatt összeverődik egy utasrakomány, és aki hamarabb érkezik az indulási időnél, az várakozhat szépen a piszkos, forró, rosszagú nyugat-afrikai kikötőben. Big és Tonton már 2 napja hévertek a külvárosi arab lebújdeszkákkal határolt szobájában, a férges gyékényeken, és várták a hajót, amely másnapra volt jelezve. Ha 24 órával később érkeznek, akkor 3 hétig várhattak volna Lagosban. Megmaradt értéktárgyaik árán jegyet váltottak Barcelonáig, és türelmetlenül esték a nap múlását. Annyi pénzük sem maradt, hogy egy jobb fogadóba szálljanak. A külváros egy disznóószerű bódéjába húzták meg magukat. Pőrére vetkőzve tikkadtan feküdtek a padlón, és időnként kortyoltak a köztük álló rumos üvegből. Az utcáról behangzó monoton zsivaj, mint valami dobhártyára ható narkotikum süppesztette őket abba a gondtalan, elbutult kábulatba, amely, mintha a halálnak egy részlete lenne, nem bírt időbeli határokkal, állapotszerű érzésekkel. Tonton most mégis erőt vett magán. Már negyedszer hall valami furcsa nyöszörgést a szomszédos boxból. A kalandor ösztön, amely nem tűrt titkokat a környezetben, arra készteti, hogy kifürkészze a nyöszörgés okát. Keresett egy repedést a deszkán, és azt kifarigcsálta a késével, amíg olyan nagy lett a hasadás egy része, hogy átláthatott rajta. Míg az elállathiasodott rabló idegei is megborzadtak a szomszédboxban eléje táruló látványtól. A padlón óriási kopasz kínai feküdt, majdnem teljesen mezítelenül, és testét a keleti pestis bomlásnak indult fekíjei borították be végig. Csodálatosképpen még élt. Az arca feketén felpüffett, hogy inkább görög dinnyére hasonlított, mint emberi fejre. A körülötte nyüzsgő légyraj miatt nyöszörgött, a legyek pedig egyre gyűltek zsongva, mert a beteg mellett közvetlenül egy felborult pálinkás üveg körül szirupos tócsa állt. Vajon miért tartják itt ezt a beteget? Nyugat-Afrikában nem ritka a fekete himlő, egyáltalán nem ritka semmiféle szörnyű feltőző ragály, de az emberek annyira írtóznak ilyesmitől, hogy a legelső gyanús jelre feljelentik egymást a hatóságnál. Tonton a 12 éves Néger bolytól halálos fenyegetések árán megtudott mindent. A kínai gazdag kereskedő volt, aki így szokott megszállni máskor is. 2 nap előtt beteg lett, és a fogadós nem akarja bejelenteni a hatóságoknak, mert a kereskedő podgyászában többféle holmi van, amit a fogadós valószínűleg nem fog a világ végéig utána hordani a fellelhető törvényes örökösöknek. Tontonnak eszeágába se jutott a rendőrségre sietni. Általában nem az az ember volt, aki a rendőrséget sűrű látogatásokkal szerette volna zaklatni. Mindenki éljen és haljon, ahogy tud, és mindenki raboljon békességben. Ha a kínai meghal, mielőtt a hajó megérkezne, igényt fog tartani egy örök részre. És nem valószínű, hogy a fogadós elzárkózzon kisebb áldozatok elől. Ő pedig világ életébe szerény ember volt. Visszafeküdt szépen a gyékényre aludni. Ezután este 6-ig nem történt velük semmi nevezetesebb. Alkonyatkor felöltöztek és kimentek a kikötőbe, hogy lessék a hajót, amely már nem lehetett messze. A terméskőgát körül sűrű mocsokhalmokat himbált enyhén a dagály, homályos üvegű lámpák pislákoltak mindenfelé, és az utcai lacikonyhák sokféle kocsvasztása rosszaggal gőzölgött a kínai és arab szakácsok főzőkanala körül. A hajóállomás vendéglőteraszán citerák és sípok nyekeregtek. Big hirtelen megkapta társa karját és berántotta egy fal mélyedés mögé. Közvetlen közelükben von Strasser és Pierre haladt egy fehér sapkás őzbajuszú emberrel. A két bandita jól ismerte ezt a fehér sapkást embert. Van Russell volt, egy hollandus, aki pénzváltó és menetjegy irodát tartott fönt Lagosban. Előző napon ők is tőle vették a jegyeiket. Jó messziről óvatosan követték a 3 embert. Te érted, Big, hogy a fenébe került ide ez a tubrui mocsárból? És az az átkozott német is vele van. Valószínűleg tovább cipelte a fiút, és most osztozni akarnak a dollárokon. Te! Ezek is most vettek Russelltől 2 jegyet a hónapi hajóra.
Itt fognak maradni, mondta határozottan Tonton. Pierre és von Strasser beléptek a kikötő egy jobb vendégfogadójának kapuján, és elbúcsúztak Van Russeltől. A két bandita gyorsan tanácskozni kezdett. Terveket szőttek, fondorlatokat eszeltek ki, emberek életéről határoztak, legalábbis ők azt hitték. Közben azonban egy egészen apró szúnyog a Stegomia félék családjában Tonton homlokára szállott, és enyhe viszketést okozva megszúrta. Ez a szúnyog egyike volt azoknak a finomabb eszközöknek, amelyekkel ismeretlen hatalmasságok az emberi sorsokat tetszésük szerint intézik. A nagy karantén. Másnap a fogadóban egymással szemben ültek Lou és Pierre. Von Strasser tapintatosan magukra hagyta őket. Most búcsúzzunk el, Kitty, mondta Pierre rendes nevén szólítva a lányt. Magam akarok elmenni a rendőrségre jelentkezni. Akkor is ezt tettem volna, ha nem találkozom magával. Nagyon tisztán és világosan látok mindent. Én nagyon megbűnhődtem azért, amit tettem, de az igazságszolgáltatásnak is felelni akarok. Volt valami, ami megzavart eddig. Erika. Akit szeret, mondta a lány, és továbbra is mereven figyelte Pierre-t. Nem szeretem. Azt hiszem, nem is szerettem. Őrültséget tettem miatta, és az ember nehezen látja be, hogy nem is volt komoly alapja annak az őrültségnek, amit elkövetett. Ezért ragaszkodtam olyan sokáig, és kétségbe esetten Erikához lelkileg. Én már régen magát szeretem, de nem akartam belenyugodni abba, hogy az ok, ami miatt bűnöztem, ami miatt a sivatagba haldokoltam, egyszerűen csak ostobaság. Anélkül, hogy tudtam volna róla, görcsösen ragaszkodtam Erikához, mint indokláshoz. Ez mind-mind csak mostanában lett világos előttem. Mind a ketten hallgattak. Most mondja meg nekem, Pierre, hol van elrejtve a táska? Jogom van hozzá, Kitty, hogy én magam adjam elő, vagy legalábbis önként közöljem az afrikai rendőrséggel. Ez enyhíteni a büntetésemet. Igaza van, joga van hozzá, hogy maga adja elő a táskát, de én fogom ezt a maga nevébe megtenni, mert nem akarom, hogy jelentkezzen a rendőrségem. Megint hallgattak. És miért nem akarja, hogy jelentkezzem? Kitty nem felelt. Pierre megfogta a kezét, megsimogatta. Nézze, valamit tennünk kell. Két ember útba van Franciaország felé, és ha előbb érnek a rejtek helyhez, mint mi, akkor örökre elveszett az 500 000 dollár, az édesapja becsülete, és ennek a halálos kísérletnek minden kiharcolt eredménye. Igaza van abban, hogy magának kell visszaadni a táskát. Én most elmegyek a postára, mert levelet várok az édesapámtól. Addig maguk csomagoljanak össze mindent, és a hajón találkozunk. Útközben, vagy ha akarja még innen, rádió útján értesítheti a marseillai rendőrséget. Már tudom, hogy kit fogok értesíteni. Mindent magára bízok, Pierre. Gyengéden magához szorította a lányt, és most először végre megcsókolták egymást. Mialatt Kitty a postára ment, Pierre és von Strasser végzett a csomagolással. De alig, hogy leültek kifolyni magukat, megjelent egy néger gyerek és levelet hozott számukra. Nagyon leköteleznének, ha Marseille-ben egy megbízást intéznének el a White Star Line-nál, állt a levébe. Kérem, keressenek fel a fogadomba, ahová a néger boly elvezeti önöket. Őszinte hívjuk Van Russell. Ha Nyugat-Afrikából Franciaországba megy az ember, igazán hasznos szolgálatot tehet az olyan régen elszakadt európainak, mint Van Russell.
Bizonyára fontos oka lehetett, hogy zavarta őket. Követték a néger gyereket, aki a külváros egy fogadójához vezette őket. Lagos egészében véve olyan piszkos, hogy árnyalatni különbségeket észre sem lehet venni, tehát nem tűnt fel nekik a kültelki környezet. A néger fiú kinyitott előttük egy ajtót, és beléptek. Abban a pillanatban az ajtó becsapódott mögöttük. Mi a csoda? Percekig alig láttak a homályban. Azután borzadva ugrottak a szoba sarkába attól a nyöszörgő emberformájú tömegtől, amelyet megpillantottak a gyékényen. Pierre fel akarta rántani az ajtót, de zárva volt. Hallották, amint valami szekrényfélét tolnak eléje. Nekivetették a vállukat. A rossz levegőű, legyektő zsongó szobában ájulásszerű érzés csavarodott a torkukra, mint valami láthatatlan vastag hurok. Autó zúgott, lépések dobogtak. Aztán ellökték a szekrényt, az ajtó kitárult, de mielőtt szólhattak, vagy védekezhettek volna, valóságos kötélhálózat csavarodott mindenfelől a testükre. Gumibot ütések zúgtak valahonnan, és csodálatosképp nem rablók, hanem rendőrök álltak körülöttük. Azután, mintha zsákba dugták volna őket, a sötétben vergődtek. Az egészségügyi rendőrök nem sok teketóriát csináltak. A riadó autóról egy hajóra dobták mindkettőjüket, és évfélre már a kikötött velük a hajó Santa Isabel szigetén, ahol a ragálygyanúsakat tartották fogva, a katonaság által őrzött nagy karanténban. Kitty észrevette a két szökött légionistát, amint hajó indulására várva ott ácsorogtak a málhák körül. Óvatosan kikerülte, nehogy észrevegyék, és von Strassert vagy Pierre-t kereste szemével. A hajó rozoga testét már megremegtették a turbinák, a málhák lassan mind eltűnedeztek a partról, és Kitty még mindig nem látta közeledni úti társait. Hol késlekednek? Hogy kikerülje a két banditát, felment a fedélzetre. Elfoglalta a kajütjét, és az ablakból kémlelt ki szorongva. A két fickó most már jó helyen van, mondta Big. Tonton csak kedvetlenül mormogott. Csuklójában, vállában furcsa hasogatást érzett, és időnként gőzs nyilalt a hasába. Már reggel óta érezte ezt a sokféle furcsa sajgást a testében, a cigaretta sem ízlett, zúgott a feje. Valami bajod van? Jegyezte meg Big. Azt hiszem, kiújult a maláriám. Big lopva figyelni kezdte cinkosát. Észrevette, hogy arcbőre, amely még az előbb csak vértelenül sápatnak látszott, most furcsa kénes sárga árnyalattal kezd színeződni. Azonnal jövök, mondta hirtelen. Veszek egy francia újságot. Gyorsan otthagyta cinkosát, elvegyült az utasok között, majd felsietett a hajóra. Ezeket a tüneteket már látta egyszer Agadezben, saját szakaszának hadnagyán, de 15 év előtt, mikor Közép-Amerikába csatangolt. A dokkokon már többször megfigyelhette ezt a kénes sárga arcbőrt. A diagnózis a helyes volt. Tonton, mikor egyedül maradt, kimerülten dőlt az oszlopnak. Hirtelen feléje siettek a házak. Hegynek emelkedett előtte az utca, és valami langyos budjanással telt meg a szája. Kitty látta a csődületet az állomás tájékán, de nem sokat törődött vele. Elszoruló szívvel hallotta a jellegzetes dübörgő gurulást, ahogy felvonják a hajóidat. Szeretett volna lerohanni a partra. Pierre, Pierre! Sikongatta belülről ijedten, de a barátait nem látta sehol. A harsogva fröcskölő propeller porrá tört hullámok között forgott egyre gyorsabban. A part megingott odakünt, és ment a hajó. Santa Isabel szigete 2 méter magas vaslemezkerítéssel van körülvéve. A kerítés tetejét szöges drót szegélyezi, és a kerítésen kívül csak egyetlen épület áll, a csendőrkaszárnya. A kaszárnya lábánál terül el a földrész legszomorúbb kikötője, a gátakkal négyszögbe fogott kopár parti rész. Némaság és csendüli meg a kikötőt. Ha tájékozatlan ladik vagy motoros 300 méternyire közelíti meg a partot, akkor rálőnek. Minden 100 lépésnél szuronyos csendőrök őrsége sétál a vasfal körül. Ami a vasfalon belül van, annak lehetőségéről, valóságáról a külső világnak nincs fogalma, mert csak lázálmok és fantazmagóriák lidésznyomásos látomásaiban fordulhat elő. Repülőgépről nézve a nagy karantén lapos barakok szabályosan rendezett sora. A barakok útján egy keskeny iparvágány halad,
amelyen minden nap apró, fafűtéses mozdonyával néhány kocsiból álló vonat fut végig, és minden ajtónál megáll. A barakkokból kihordják a kocsira a halottakat, és a vonat megy tovább a másik barakkig, amíg útja végeztével eléri a sziget végébe lévő temetőt. A játékszerre emlékeztető kis vasutacska napjába kétszer, reggel és este végzi el ezt az útját, minden szekció előtt apró csipolva és türelmesen várakozva, miközben az izzadó mozdonyvezető közömbösen támaszkodik a lokomotív ablakán egy fényes nikker úrra. Esetleg ásít is. A betegek és a halottak ezen a helyen olyan megszokottak, mint hivatalban az akták, és a temető nem szörnyűbb látvány, mint valami irattár. Ebbe az irattárba kerülnek, mint kivégzett percsomók, a tetemek. A karanténnak nincs kórházi jellege. Ápolásban senkit sem részesítenek, egyforma undokkoztat hordanak szét. Itt nem a behozott betegeket gyógyítják, hanem a kinn élő egészségeseket védik. A cél az, hogy a hagymázos ember ne terjessze a betegségeket, és itt halljon meg, ne a társadalomban. Ha véletlenül nem hal meg, az sem baj. Akkor két hétig megfigyelés alatt tartják a fertőtlenítő telepen, és az ócskagőzös visszapöfög vele a partra. Ez azonban ritka eset. Általában itt meghalnak. Aki csak tifusszal jön be, az kap hozzá pestist, aki a sárga lázból már felépülne, annál fellép a kolera, mint recidiva. A trópusi betegségek nagy részét még az orvostudomány sem ismeri. Hólyagok, fekélyek, napok alatt sorvadó végtagok, rendszerezetlen szúnyogfajták ragályai, ismeretlen növények mérgei, kihaló félbe lévő törzsek ősi betegségei összezsúfolva, haldokló, sikongató, lázba rászkódó, esetleg látszólag teljesen egészséges, vagy szemmel láthatólag már órák óta halott emberek tömkelegében. Csak egy kísérleti vagy megfigyelő állomás százezrekbe kerülne itt. Valami európai elgondolású kórház ilyen területen, ennyi ápoltal, talán milliókba is. De erről szó sincs. A karantén nem ápol, csak elkülönít. Az a feje búbjáig karbolszagú búváruhába inspiciáló egyén, aki végighalad a szobákon, még csak meg sem nézheti a rengeteg beteget. Működése kizárólag a beálló halál konstatálására szorítkozik. Az ugyancsak búváruhás ápolók nem törődnek mással, mint a dühöngők és őrjöngők megfékezésével. Von Strasser és Pierre rémülten kuporogtak törökülésben az ágyaikon. 16-an voltak ebben a szobában. Velük szemben egy néger feküdt, aki először életébe került ágyra, s miután állandóan félt attól, hogy leesik, minduntalan leszállt a gyékényéről, és végignyúlt a betonpadló. De engedelmesen tűrte, hogy az ápolók újra visszategyék a helyére. Jobbra tőlük egy arab feküdt, tenyérnyi bíborvörös kiütésekkel, lehúnyt szemmel lihegett, és minden izma remegni látszott. Von Strasser átérezte a teste forróságát, úgy tüzelt. Egy hatalmas matróz azt üvöltötte időnként hörögve. Ágyő! Ágyő! Azt hiszem, mondta hidegen Von Strasser, innen már nem jutunk ki, kedves barátom. Nekem ki kell jutnom, ismételte kétségbe esettem Pierre. A táska. Senki sem tudja, hogy hol az akta táska. Benne van a becsület. Ki kell jutnom innen. Ha valamelyik bandita hazatér, mielőtt én kijutottam innen, akkor örökre vége. Egy vigyorgó néger ült velük szemben az ágyán. Látszólag semmi baja sem volt, és azzal szórakozott, hogy papucsával agyonütötte a gyékényen nyüzsgő rovarokat. Bogarak, legyek, szúnyogok, kukacok vitték a csírákat itt egyik betegről a másikra. Ne kínozza magát, barátom, vigasztalta Von Strasser. Végre is minden mindegy. Ez a rendszer, amelyben az élet nagy parádéja vonul fel, nem csak végtelenül komplikált és szomorú, hanem örökkévalóan bölcs is. Ne túlozzuk el ezt az epizód jelentőséget. Bizonyos szemszögből nézve minden csak epizód. Percek, századok, emberek, fajták, könnyek, örömök, háborúk és hangulatok. Minden csak epizód. Minden csak részlete az ismeretlen egésznek. Valamikor vagyonom volt, szép családom, rangom és hatalmam. Epizód. Szerencsére az is csak epizód, hogy átmentem Afrikába. És ez is csak egy jelentéktelen múló körülmény lesz, mikor ezen a piszkos gyékényen egy utolsó mozdulattal a halálba dermedek. Azt hiszem nem sokára. Fázom.
Nézze, ha én meghalnék, és maga kijutna innen, ezt küldje el Mühlhausenbe, az édesanyámnak. Az első osztályú vaskeresztet húzta elő szakadt, piszkos inge alól. Ezt is vissza kellett volna adni a rangommal együtt. Tannenbergnél kaptam. Pierre értetlenül merett a vaskeresztre. Nem tudott másra gondolni, csak a táskára. A táskára, amelyet Big ki fog húzni a csatornáról, és mindennek vége lesz. Szerette volna a falon összetörni a fejét dühébe, amelyért nem mondta meg Kittinek a rejtek helyet. Ki fog jutni innen? Hogyan? A vaslemezkerítésen, a csendőrökön és a tengeren keresztül. Talán, mint halott. Mint mondta Krisztó. A halottakat biztos kiviszik a kerítésen túl a temetőbe. De ahhoz előbb meg kell halnia, hogy oda jusson. A hajába markolt kinnyában, és szerette volna kitépni. Este megjelent a kis vasút. A hosszú fűtre rémült csend támadt. Az arabot és a délután még vigyorgó négert vitték ki holtan az ágy gyékényébe csavarva. Előbb azonban dróton függő kis fatáblácskát hurkoltak a bokájukra. A mozdony sipolt, és a kerekek zörögve gurultak tovább a keskeny távú vágányokon. Azután távolabbról hallatszott a fütty, és az ütközők pengve összelapultak, amint a kedélyes vonatocska másik barakk előtt állt meg. Az éjszakait kétszeresen füllett volt. A karból és a beteg testek összevegyült szaga, mint valami penészes mosogatórony pihent az arcokon, és mindenki félt, mindenki a megőrülés ellen védekezett, mert kibírhatatlan volt a német matróz, aki pontosan minden 5 percben szinte dalolva hörögte egyre erősbődő skálázással. Ágyő! Ágyő! Mondta volna állandóan, vagy ne szabályos időközökben, de így már előre reszkedtek, előre tudták pontosan, hogy mikor butborékol fel a súlyos, forró, sötét bűzben ez a zengő hörgés. Éjfélkor von Strasser félrebeszélt. A szakadt moszkítóhálókon bederengő, tejszínű, kísérteties afrikai reggel már kihűlten találta a sokat szenvedett német tisztet. És ez a hajnal a búcsúzó matróz szemét is lefogta. Mire az első sárga kévék szétterültek a naptestéből, mely mint egy óriási tejarózsa bontakozott ki Santa Isabel keleti dombhullámai felett, megjelent a telhetetlen kis lokomotív, rövid csípolásával enni kérve. Feltették rá a két honvitás kiültetemét, és Pierre a sarokba húzódva érezte, hogy délig megőrül. A sorsnak néha hihetetlenül különös, ijesztő tréfái vannak. Ezt az egész regényvéget úgy állította össze, hogy mikor Tonton kiterelte aljas csapdáját Pierre és von Strasser elvesztésére, már oda küldött a homlokára egy bérencet, ezt az említett szúnyogot a Stegómiák családjából, és von Strasser testével még el sem ért a kisvasút abba a szomorú irattárba, ahol minden befejezett percsomót egy keresztel jelölt dossziéba tesznek, mikor már ott feküdt meg üresedett ágyán, pontosan Pierre mellett Tonton is. Besüppett szemgödrökkel, viaszos arca, 40 fokos lásztó dobálva úgy, ahogy behozták Lagos kikötőjéből, a hajó indulása előtt, amikor elkezdett vérfájni, és az emberek rémülten szaladtak szét mellőle. Sárga láz. Még különösebb bonyodalomnak tervezte a sors, hogy éppen ő mentse meg Pierre-t. Ő, aki ide juttatta. A sárga láz adta az ötletet. Ez a betegség csak szúnyogok útján fertőz. A beteg ágynyeműje nem veszélyes. Mielőtt a halottat kiviszik, a saját gyékényükbe csomagolják be őket. Mindegyik egy-egy henger lesz. Pierre gondolkodott. Az esti gőzmozdony már elment, mikor Tonton egy irtózatos hidegrázásba megkapta az utolsó vérömlést, és a karból szagú búvár rövid mozdulattal feléje legyintett. A gyékény oldalát ráhajtották, hogy kézzel ne kelljen érinteni, és odaibb gurították a testét. A gyékényből font szabályos henger, belsejében egy friss halottal mozdulatlanul feküdt, mint valami hatalmas sárga kanális cső. Éjfél után, mikor minden elcsendesedett, Pierre levette ágyáról a gyékényt, helyette rátette a halottat és kihengergette. Saját gyékényét Tonton ágyára dobta, és úgy csavarodott bele, mintha az ápolók hengergették volna össze. Így feküdt. Éveknek tűnt előtte az a néhány óra reggelig. Végre meghallotta az őrgést, felsipolt a lokomotív. Most. Érezte, hogy óvatosan emelik és viszik. Aztán ledobják úgy, hogy a fejét jól beüti valamibe. A kis vonat továbbment és újra megállt.
újabb tetemeket halmoztak föléje. Fájtak a csontjai, és a melkasa úgy összeszorult, hogy a bordáját érezte törni. Elájult. Nem tudta, mióta lehet ájult. Mire magához tért, sötét volt körülötte a csend. Lassan ráeszmélt a valóságra. Nem a mozdonyban volt. A gyékénybe csavart halottakat lerakták egymás mellé a földre. A nap már közeledett legmagasabb állásához, és 50 fokon felüli lehetett. Elviselhetetlen hullabűz özönlött a tetemek fölött. A két öreg sírású bágyattan ült a domboldalon a napsütésben. Várjunk egy fél órát, mondta az egyik. Akkor a nap éppen ide vetít a dombárnyékát, és könnyebb lesz mozogni. Gyere! A hangok eltávolodtak. Várt, azután egyetlen gurulással kigördült a gyékényből. A sok sírdombbal fedezve magát hasoncsúszott a sziget végéig, ahol néhány szikomorfa árnyékában süppedő nádast áztatott a víz a parttengerbe nyúló peremén. Itt meghúzta magát. Közvetlen a lábainál egy fatönkhöz kötve kisladik pihent a mélyére hajoló lombok árnyékába. Magával hozott gyékényét a vízbe eresztette. A gyékényt azért hozta el, hogy a sírások ne konstatálhassák a halott hiányát. Így ki tudja, mikor és miből veszik észre azt, hogy eltűnt. Talán nincs is pontos leltár minden emberről, és akkor egyáltalán nem veszik észre. Csak a fertőtlenítő fog megreklamálni egy hiányzó gyékényt, amelyet a barakból még elvittek, és a temetőből már nem szolgáltattak be. Elnyúlt a ladik fenekén a vén szikomor vastag árnyékába, és elaludt. Mire felnyitotta a szemét, már ragyogtak a csillagok, és a sűrű levélrendszeren át kemény, ezüstös holdsugár csiklandozta meg a szemét. Lassan elódott a csónakot, óvatosan merítette evezőit a vízbe, és megindult a szabadulás felé. A bemerülő lapátok csobbanásnyi zajt sem okoztak, a mozdulatlan víztükör hófehéren terült el a látóhatárig, és az ég is szinte izzott, mint egyetlen kerek szénszálas lámpa. A telihold az egész mindenséget besugározhatná sápat ragyogásával. Jó távolban már előtünedeztek Lagos elmosódó parti fényei, és Pierre, kiérve a legveszélyesebb zónából, bátrabban nyomta be az evezőt. A szabadságával együtt egy család becsületét is megmentette. Mert most már nem fog késedelmeskedni. Hagyta, hogy az éjszakai áramlat lejjebb sodorja a kikötő vonalából, nem akart semmit sem kockáztatni többé. Egy halász kikötő őrlámpásával került párhuzamba. Még lejjebb sodortatta magát, amíg egy teljesen sötét partrész került szembe vele. Gyorsan kievezett. A ladikot meg sem erősítette, sőt, még rugott is egyet rajta, és keresztül vágta magát a bozótokon, cserjéken, ami kiért a város felé vezető útra. Hajnalra eljutott a dombhajlásra, ahonnan a páfrányokkal szegélyezett út vezetett a városba. A derengő fényben jól látszott a krétaszerű portölcsér, amely mint gomolygó küd ülte meg a várost, és csak a sárga napsugár tette láthatatlanná ezt az úszó ragályfelhőt, milliárd porszemcsét, amely Afrika városai felett vonul állandóan. Van Russell már öltözködött, mikor beállított hozzá. A derék hollandus kicserélte felhasználatlan jegyét egy másikra, némi pénzt is adott Pierre-nek, és a fiatalember azonnal a postára ment, ahonnan sürgönyt adott fel. Monsieur Thomas, Marseille, Canabier 21. Fél év előtt eltűnt táska, a Rue de la Mure munkásbiztosító sárga épületének esőcsatornája alatt egy téglával zárt üregben van. Lorien. Mikor kilépett a posta előtt zajló emberáradat rosszagú torlódásába, nagy-nagy megkönnyebbüléssel gyújtott cigarettára, és boldog mély sóhajjal szívta le az első szippantást. Minden fonál lepereg. A nagy orsó forgott, a legtöbb fonál már elszakadt, és az utolsó fonalak leperegtek lassanként a végükig. Egy gráci kocsmában szokott borzongani Haftulieromos. Kissé már őszült, de egészen jól belejött a címfestő mesterségbe. Régi kedélyéből mit sem veszített. Aranyszájú Szent Jánosa volt a bürgereknek, mint sok világot bejárt, kalandokat átért kvaterkázó cimbora. Valami bokara lehetett annak a bolond lepketudósnak, mesélte sokszor. Viszont máig sem értem, hogy honnan tudta az én lövöldözésemet a csendőrökkel, és honnan tudta, hogy én aznap éjjel elrejtettem valamit. Egy bizonyos, minden jóval traktált időközben, csak vezessem előtt oda, ahová azon az éjszakán eldugtam a zsákmányomat.
Két hónapig úgy éltem útközben, mint a kék úristen Bajorországban. Az is lehet, hogy valamivel jobban. De hogy ez a Wallace milyen arcot vágott, amikor én a kőlap alól előkotortam neki a megpenészedett 10 000 Alban Bleu cigarettát? Gottin Himmel! Azt hittem megőrült. Fogalmam sincs, hogy mit remélt ott a kőlap alatt. Üvöltött rám, mint egy bika, az a kedves Wallace Manfred tanár úr, és csak úgy tudtam tőle megszabadulni, hogy jó fejbe ütöttem. Proszit, Bruder! Sok szépet látott maga Herr Haftl, de bizonyára meg is szenvedett érte. Azt mondják, a légióba szörnyű sorsuk van az embereknek. A légióba? Kvás! Sohasem lesz olyan jó dolgom, mint ott volt. Mióta eljöttem, 6,5 kilót fogytam. 1/2 év múlt el a bűneset óta. Sir Gottfried nem hallott többé hűséges detektívjéről. A jelentések egyszer csak megszűntek, és Wallace nem jelentkezett többé. A milliómos ezután azzal zárta le az ügyet, hogy felemelte a jutalmat. 200 000 dollár üti a markát annak, aki a 500 000 megtalálja. Ugyanennyi reménnyel ajánlhatta volna fel az egészet is. Nagy stílű üzleti tevékenységei közben már jóformán megfeledkezett a dollárokról. De az öreg Thomas nem. Szinte eszelősévé vált az ügynek. Egyre szegényebb lett, egyre kevesebbet törődött üzleti dolgaival. A becsülete felett nem tudott napirendre térni, és mániákosan hitte, hogy a dollárok ott vannak elrejtve valahol az üldözés útvonalán. Az utca gyerekek, matrózok, boltosok mind jól ismerték ezen a vidéken az öreg Thomast. Ott bolyongott lefogyva, megőrülten, árnyékos szemgödrökkel, minden szabad idejében. A leányától is alig kapott hírt. Ismerősökkel nem érintkezett, vagy őt kerülték el, vagy ő kerülte ki azokat, és napról napra valami vonzotta a Rue de la Mure és a Fort Saint-Jean között elterülő utca részről. Itt ugrottak át a palánkon. Itt futottak fel a Citadella felé, tehát ha elrejtették, akkor itt van valahol ezen a kis utca részen, a telket határoló palánk és a Serpentin út között. Ódon kapu ajak alá benézett, és egyszer fényes nappal lehasalt a kanál is fölé. Egy porladó Madonna szobor talapzatának felét szinte téglaként szedte szét. Ezért pénzbírságra ítélték. De semmi sem akadályozhatta meg abba, hogy minden nap újra és újra folytassa kutató sétáit. Szeme ravasz vizsgálódással mozgott nyugtalanul az üregébe. Két kezét összefonta a háta mögött, és olykor gesztikulált is velük, ha magában beszélt. Közben ezerszer is elment a sárga épület mellett, amelynek csatorna csöve alatt a penész szép, apró, zöld göröngyökkel díszítette fel a nagy disznóbőrtáskát. Aztán jött a ködös éjszaka. Marseille-ben sokszor előfordul, hogyha vihar van a nyílt tengeren, a hirtelen lehűlés gomolygón nagy páratömegeket szorít ki a partra, és néhány óráig anyagtalannak tetsző vastag lepel borít be mindent. Egyedül élt az öreg Thomas, mióta a lánya is elment messzire a dollárok után. A bejárónő megfőzte a kávét, és odaállította az asztalra, ahogy szokta. Aztán elment. És az öreg hozzáfogott egyszerű vacsorájához, amely kávéból és vajas kenyérből állt. Az első pár falat után abbahagyta. Nem tudott tenni. Az ablakhoz lépett. Az úttest felett nagy villanylámpa függött, amely a ködön át, mintha gyászlepel borítaná, jókor a Szent János bogárnak látszódott elmosódó fényeivel. Éppen ilyen éjszaka volt. 1/2 éve sincs. Itt len, az utcán robogtak végig, csengettek. Akik ezen az éjszakán későn tértek haza a Rue de la Mure-i lakásukra, láthatták jól azt a lihegő öreg urat, amint az út közepén sietett bukdácsolva és hajadon főtt, mert a kalapját is elveszítette valahol. A kezében egy papírt lobogtatott, időnként felkiáltott és feltámolygott a járdára, hogy neki dőljön a falnak, mert úgy érezte, hogy összeroskad. Ott, ott, közben, mintha valóban ugyanaz a 1/2 év előtti nap lenne. Felszívódott a köd, és kivillant a hold, néhány alacsonyan gomolygó piszkos felhőrony mögül. Ott, ott, a sárga épület. Az esőcsatorna éppen megcsillan a ráhulló fehér kévék vízfényében. A vére úgy zakatolt a szívéből az agyába, és megint vissza félelmes búgással, hogy szakadatlan hörgés cirkulált a tüdejébe. A gutaütés veszélye nagyon közeli eshetőség, de azért nyögve letérdel, és benyúl a nyírkos, hűvös üregbe. Hozzon valaki vizet!
kiabál ki a rendőrtanácsos és egy fiatal tisztviselő kigombolja Thomas ingét és gallérját. A zöld gyöngyökkel borított aktatáska ott fekszik az asztalon, és a tanácsos részvéttel veregeti a félájult ember hátát. Nyugalom, öregem, nyugalom, most már minden rendben lesz. Igen, igen, most már minden. A rosszullét, a kimerültség, a túlfeszült lelki állapot hosszú hónapok óta idegörlő szorongása egy dúsan felbudjanó férfi zokogásban ért véget, ahogy az öreg Thomas két karjára borulva féltesttel végigterült a rendőrtanácsos sárga, bagószagú íróasztalán. A rendőrség titokba tartotta a megkerült dollárok hírét, mert Kitty a hajóról megkábelezte, hogy vele egy fedélzeten utazik az egyik gyanúsított. Így történt, hogy Big, midőn az első útja Sárgaház esőcsatornájához vezetett, alig hogy előkaparta a kő mögül az aktatáskát, amelyet természetesen üresen tettek vissza, két rendőrrel találta szembe magát. Hogy mi történt itt, azt részleteiben sohasem derült ki. A jelentésben csak annyi állt, hogy a letartóztatott egyén ellenállást kísérelt meg, majd menekülni próbált, és futás közben az egyik rendőr öt golyójától találva holttal rogyott össze. Nevezett többször büntetett előéletű egyén, ismert banditája a kikötői alvilágnak, akit a rablás ideje óta Marseille-ben sehol sem láttak megfordulni. Az orsón egy újabb fonál szakadt el pergés közben. A két-három fonál, amely még pergett, most már egyenletesen csavarodott le az életfonalak megszokott útján. Nem annyira a pénz, mint inkább a csodálatosan érdekes esemény arra indította Sir Gottfriedet, hogy repülőgépen érkezzen Marseille-be. A szíve mélyén benne is élt valami halvány gyanú, hogy az öreg Thomasnak tudnia kellett a dologról. Annál jobban meghatotta őt most az 500 ezer dollár csodálatos története. Közben Kitty is hazaérkezett, de neki már nem sok örömet jelentett a küzdelmek végső eredménye. Valamit hazahozott Afrikából a szívében. Egy ragályt, amelyet semmiféle szúnyogfajta nem terjeszt, amely mégis állandóan virulens, mióta csak emberek élnek a földön. Ezt a betegséget Pierre tudta volna meggyógyítani nagyon könnyen, de ki tudja, hogy mi lett Pierre-ből és a kedves von Strasserből, hová merültek el Lagos füllett ember mocsarában. Csendes volt Kitty, és nagyon szomorú. Jó szagú tavaszi nap volt Marseille-ben, egy teraszon ültek Kitty, Gottfried és Thomas. És most mind a hárman mindent elmondta. Teljes lett az egész történet, a lopás napjától egészen a lepketudós Wallis szomorú tévedéséig. Gottfried, mint általában a petróleum spekulánsok bírt némi érzékkel a romantika iránt, és megtalálta a történet mélyén azt az el nem mondott motívumot is, amely Kitty előadásának halk melankóliájából rezgett ki, mikor Pierre-ről volt szó, a tuburi mocsárról és a lagoszi fogadóban lezajlott őszinte párbeszédből. Tűnődött és sokáig nézte a szivarjából felszálló három vékony kék füstszálat. Kár lenne ezért a fiúért, foglalta össze a történetet Sir Gottfried. Na, volt valami bűne, sokszorosan megbűnhődött érte, és úgy látom, folytatta egy futó pillantást vetve Kittyre, megvannak ennek a Pierre-nek a maga erényei is. Azután minden tegpi állt az én szememben azzal, hogy megsürgönyözte a rejtek helyet. Tehát ő szerezte vissza a pénzt. Úgy találom igazságosnak, hogy a 200 ezer dollár jutalmat elosszam Thomas, maga és a fiú között. Ne, ne, kérem, ne szóljon semmit. Kár lenne most összeveszni, mert valami előérzetem azt súgja, hogy ezt a pénzt úgyis közösen fogják felhasználni. Legközelebbi teendőjük az én tanácsom szerint az, hogy velem együtt áthajózzanak Amerikába. Hónap után indulok. Jöjjenek velem, menjünk együtt, és meglátják, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Az öreg Thomas arcáról elsimultak a ráncok, és szeme alatt az árnyékok derűsredők kialakultak át, ahogy az a sokat szenvedett, de végül révbe ért öreg emberek arckifejezésével szokott előfordulni. New York mindent meggyógyít, még Kittyt is. Mint említettem, Sir Gottfried kezei nagyon hosszúak voltak, különösen, ha megtoldotta őket néhány dollárral. Igazán nem kellett boszorkányság ahhoz, hogy Van Russell-től megtudja a hajót, amelyen Pierre elhagyta Lagoszt, és még egyszerűbb volt elfogadtatni a kábel meghívást, amellyel Pierre-t New Yorkba irányította az öreg Thomas pontos címét közölve.
és egy délután, midőn Thomas éppen meghallgatta Sir Gottfried jó tanácsait egy 100 000 dolláros befektetést illetőleg, megérkezett Pierre. A fogadtatás ellen semmi kifogása nem lehetett, mert még a petrólam királyi szeretettel ropogtatta meg a csontjait. Csak Kitty állt szótlanul előtte, és nem is tudott volna szólni semmit, úgy összeszorította valami a torkát. Így álltak egymással szemben némán, és mikor a bezáruló ajtó mögött először ért össze a szájuk, Sir Gottfried azt mondta künn a nagy, derűs erkélyén Thomasnak. Ugye? Megmondtam magának, hogy minden a legnagyobb rendben lesz.